reggelt kívánok! 2021. június 8-a van. Peloponészos, Görögország, Maleász félsziget. Madarahegység. Az Égei-tenger mellett egy 400 méteres hágón vagyunk. Itt fentebb van egy romtelepülés, Kapszala. És ebben a másodpercben már mutatom is a tábor helyet. Viszonylag korán van, 6:30. A korai kerésnek pedig oka van. De először az éjszakáról pár szót. Ami elsőnek feltűnik, hogy a bringák fel vannak öltöztetve. Ennek pedig az az oka, hogy éjszaka ránk ijesztett az eső. Egy óra környékén elkezdett dörögni, illetve villámlani itt mellettünk a tenger felől, majd pedig nem sokára elkezdett kopogni a sátron is a víz. Nem sokkal később aztán még intenzívebben elkezdett esni, úgyhogy gyorsan kipattantunk, mert nem láttuk, hogy mi van a sötétben, és nekiálltunk csövekelni. Csak így nagyjából, éjszaka vaksötétbe. Ez simán nem ment, főleg úgy, hogy gyakorlatilag ez a talaj az alkalmatlan arra, hogy a szöveket normálisan leverjük, most húgálunk kifelé. Ezzel megalapban különben még nem is lett volna baj, mert nagy esőre nem számítottunk, nem is mondtak. És aztán végül nem is volt. Úgyhogy idáig rendben van. Ami viszont aggasztóbb, hogy hajnaltól egyre agresszívabban zúgnak a méhek. Akik látták a tegnapi részt, azok tudják, hogy itt közvetlenül alattunk vannak méhek, illetve ott egész fent is. És még ki tudja, hogy hol a különböző lyukakban. Na most a túratársam Mészi, ő méhész volt, vagy hogy van? Hát, az túlzás, hogy méhész vagyok, belekezdtünk, vagy 4 évig csináltuk, de azt gondolom, hogy nem kell nagyon tartanunk tőlük. Szóval csak az a lényeg, hogy ért hozzá, ezt akartam mondani, és ilyenkor még nem jött fel a nap, ilyenkor még csak a felderítők repkednek. Most a felderítők azok nagyon repkednek, nem tudjuk, hogy mi lesz, úgyhogy most nagyon gyorsan nekiállunk, aztán pakolunk. Ki volt az a hülye, aki kitalálta ezt a esőhúzatot? Lehet, hogy megcsinálták volna az egészet esőállóra, mert semmi nem tartott volna, egyébként meg a Vaudénak van is olyan, talán az Aquabek, igaz? Igen. A 7. napon már olyan káosz van a táskában, hogy az valami elképesztő. Itt van még a 2 darab nari, amit még tegnap előtt loptunk. Nem sokára jön a hajnali csemegézés, de innen mindenképpen pucolni kell minél hamarabb. Egyre jobban zúgnak itt a fülembe, gondolom, hogy kelnek fel.
Lehet, hogy sok hely nem volt. Térerő semmi. Se időjárás, se hazatelefonás, se internet, semmi. Másodpercben jön egy autó is. Mindegy, hát pakolunk. Itt látszik, hogy ennyire volt az út. Tegnap elment a Nívával a juhász. Itt fölöttünk van egy ilyen birka karám. Halljuk a birkákat egész éjszaka, nagy valószínűséggel be vannak zárva. Gond most már nem valószínű, hogy lesz. Viszont a italok nem igazán hűltek le. Kutyák viszont már észrevettek. Az lenne biztos, hogy ha már kint lennénk az úton, kapcsoljuk a GPS-t. A korai kerés miatt olyan vagyok, mint két telerottyantott zokni. Től függetlenül egyébként a táborhely nem volt rossz. Csönd volt, nem fújt a szél, mondjuk például a tegnapival ellentétben. És a talaj is meglepően jó volt. Jó, hát kellett hozzá egy tereprendezés, konkrétan egy bányát takarítottunk el az útból, de egész jó lett. Megjött a rívás, itt megy föl, intett egy nagyon fiatal csávó volt. Általában mindig egy kicsit túlagódjuk a dolgot, de ez a természetes, ez a jó. Nézzük az útvonalat, és akkor most vagyunk, talán itt. Mivel 2016-ban voltam itt Görögországban, Görög-sziget tenger kalandorai Steve, a túratársam most küldött egy SMS-t. Ők egy másik túratársasággal Montenegróba vannak. Hazamenekültek gyakorlatilag 3 nap után, olyan eszméletlen szar idő lett. Ezzel a mi szempontunkból csak az a gond, hogy az a front, az szinte egészen biztos, hogy idejön, körülbelül egy olyan 1-1.5 nap eltéréssel érkezik. Egyetlen egy dologban reménykedhetünk ezzel kapcsolatban, hogy mivel annyira délen vagyunk, hogy az csak na, ide, ha ide is ér a front, akkor az már igencsak le fog gyengülni. Víznek kőolaj íze van. Na de hát, örülünk, hogy egyáltalán van. Ez egy olyan környék, Pannonban, ahol voltunk, ott volt az a tűzcsap, lehetett látni, azt megkérdeztük, hogy az micsoda, igen, az valóban tűzcsap, és tényleg iható, bárki kinyithatja, vehet belőle, de az csak ott volt. Úgyis a Pannonban vannak források, viszont itt a parton, meg az égvilágon semmi nincs. Tehát ide lajtos kocsival hozzák a vizet, és mindegyiknek ilyen íze van, mint ennek. Lakott terület érdemben nem várható, legalább délután 3-ig. A méhek közben egyre jobban rajzanak. Ugye? Mert megpróbálunk elpucolni, mielőtt kirajzik az egész kaptár. Kobrankó túrák. Még egyszer mondom, lehet támogatni. Ne felejtsük, ezeket a túrákat mi nem csak magunk miatt csináljuk, hanem magunk miatt is. Megy föl a töltés. Újra mondom, hangsúlyozottan, rendkívül jól működik. Fúra televágja mindig az akubankot. Még fontosabb, hogy az István Pistével ellentétben az szűrt napsütésben is működik. Vagy legalábbis valamit csinál, mert villog. Utolsó pillantás jó szokás szerint a helyre, és akkor indulás. Teljesen rendben volt. Ettől még jobb, hogy most az egyszer végre nem kősivatagon keresztül kellett megközelíteni. Ott látszik, hogy mennyire tértünk rá az útról. Ívesen fordul a Hágó út, és egyébként itt vagyunk most a csúcson. Nem tudom, miért valahogy éreztem, hogy a Hágó úttól nem szabad tovább menni, mert ki tudja, hogy mi jön, és én már most borítékolom, hogy mi jön. Jön a tökéletes hely, lehet, hogy lemegyünk a tengerpartra. Mert ilyenkor másnap mindig ez van. Reggeltől zúg itt valami, most meglesítjük, hogy mi az. Mészi szerint valami agregátort üzemeltek be. Ott van egy helyi ember, és permetezi a fákat. De mutatok, ettől jobban felhívva meg tudok állni. Tehát egyszer itt a fickó permetezi a fákat, de attól sokkal izgalmasabb ott tovább. Ott. Ott is vannak,
Na most, akik látták a tegnapi napnak a végét, azok tudják, hogy én ott bent bókláztam, sőt olyannyira, hogy ott van egy kis ház, még szét is néztem, hogy na, akkor majd ott valahol esetleg. Aztán a megközelíthetetlenség miatt feladtam. Hát most lett volna nagy bukás, mert az ekte magánterület, és akkor ezek szerint ez is. Egyébként itt is szétnéztünk. A görögöket ismerve nem csináltak volna ebből kabinetkérdést. Így is mindenki már integet. Fickó felment most oda, ahol táboroztunk, most ott permetezi. Az ember azt gondolná, hogy ezek a fák ezek csak így vadon nőnek, aztán semmilyen karbantartást nem igényelnek, de ezek szerint mégis. A másik pedig, hogy első körben meglepett az, hogy találtunk két sztahanövista görögöt, akik ugye reggel 7 órakor már itt vannak és dolgoznak. De azért az jó, hogyha mindenki tudja, hogy az egész világon mindenhol a parasztnak hajnalba kell kelni. Tehát ez nem választás kérdése, azt muszáj csinálni. A biológiai óra az nem a siestához van igazítva. Nézzük akkor a mai napot, nem a filmet, mert ugye azt már tegnap elkezdtük. Rögtön egy térkép nézegetéssel. Hol vagyunk most? Mi a terv? Mára? Meg egyéb más infok? Az előzőekhez képest most azért jóval egyszerűbb lesz a útvonal, ugyanis a terv Leonidio, a nagyváros. Persze nem nagyváros, mert mit tudom én, Spártához képest, hát, így nagyságrendileg úgy körülbelül az. Tehát egy olyan 20 000-es kb. De mindenképpen központ, ráadásul az is jól látszik, hogy tengerparti központ. Mi is a tengerparton vagyunk, Kapszala. Romtelepülés, romváros. Kapszálóra annyit tudok, hogy azon kívül, hogy van itt elviekben valahol fent egy kolostor-monostor, a számkivetetteket űzték ide, ilyen mindenféle rablókat, meg egyéb más a középkorban. Tehát mi ebben a pillanatban Kapszalában vagyunk. Látszik, hogy ez egy hágó, és akkor itt lesz egy szerpentin lefelé, és hogyha minden igaz, akkor talán érjük a tengerszintet. Ami szintén látszik, hogy itt nincs út, de ugye van, tegnap már megbeszéltük, fog ilyen, hogy simán el fogunk jutni. Innen lesz izgalmas, és itt föl kell jönnünk, Pigadi, illetve inkább nagyjából ez a tető, ez a szakasz, ez majdnem 800 méter szintkülönbség, ugye a madarra főgerincét kell majd megmászni. Itt volt variáció, hogy esetleg hogyan tovább, eredetileg Geraki volt a tervem, és akkor utána ezen keresztül. Ugyanis a következő napunk, az majd ez lesz, de hogy aztán mégis miért változtattam, és végül miért megyünk majd ebbe az irányba, és utána le Leonidióba, arra menet közben fény derül. A GPS-re rátekintve jól látszik, hogy 44,8 km van hátra, ami látszólag nem sok, de az előző napok tapasztalat alapján tudjuk, hogy elég lesz az. Főleg úgy, hogy mint említettem, egy 800-as hágómászás is van nulláról, és ilyen körülmények között ráadásul nem azonnal, mert most még akár lehet, hogy menne is, mert hűvös van, de mire oda jutunk, addigra valószínűleg már nem lesz hűvös, sőt, szinte valószínűleg dögmeleg, és ami még ettől rosszabb, hogy nem látszik ugyan, de óriási a pára. Ahogy itt Pészi azt mondta, nehéz a levegő, és tényleg igaz. Amire lehetett számítani, jövünk lefelé. A hágóról vissza a tenger fölé. Hajók tobzódnak mindenfelé, továbbra is. Pészi szerint ezek nem mennek. Hú, nézd már, milyen időjárási jelenség van. Ott végig, a szigetek fölött, na, az izgalmas, hogy ilyen megnézzük. Tetszik. Mondom, a hajnalnak köszönhető ez, mert ritkán jövünk ennyire korán, tehát 7:30 van és már nyerekben vagyunk, egy pillanatra megállok. Akkor nézelődjünk egy kicsit, ugyanis több okból is van miért. Először is tekintsünk be ide közvetlenül alánk. Itt kanyarodik az út, ívesen, távolabbra, ha tekintünk, ott a hajó. És, hogyha arra elnézünk, akkor ott szintén, ott a hajó. Mészi már tegnap azt fújta, hogy ezek állnak. Én nem akartam elhinni, de tényleg állnak. Ezek valószínűleg ugyanazok. Magyarázatot egyre nem tudok rá, azt beszéljük éppen, hogy lehet, hogy NGO-k, de az meg megint csak nem valószínű, mert azok ilyen nagy hajókkal nem mozognak. Vagy esetleg cruiserek, amik a kint a nyílt vízen vannak, és akkor majd esetleg bekocognak valahova, az Isten se tudja. Ami viszont ettől sokkal izgalmasabb a természeti jelenség,
ott hátul a párában végig, ködpára, és amikor úgy kikikúcskálnak a pára mögül, azok nem mások, mint a Saroni szigetek. Árgóli, Saroni, azt hiszem, talán úgy hívják ezt az öblöt, ami majd innen felfelé következik. Ugye az Argos félsziget, illetve a Peloponnészosznak a keleti partja határolja be kettőt ívesen. Holnapi napunk egyébként majd úgyis itt telik, sőt, lesz majd hágómászás holnap, és akkor majd a tetőről, ami ugye 1000 pluszos lesz, elviek be, hogyha minden összejön, onnan majd egész jól fogunk mindent látni. Most még egy-két fotó, és akkor indulunk tovább. A nappal szemben fotózás az mindig zsákba macska, majd otthon derül ki, hogy mennyire jött össze. Jól látszik a szerpentin alattunk. Izgis a táj, mondjuk erre számítottam, és talán még jobb is, hogy most megyünk itt, nem pedig tegnap, mert a tegnapi nap egyrészt már nagyon frusztrált volt este felé. A másik pedig, hogy azért jó ez a napsütésben, még ha nappal szemben is van. A Madara-hegység előttünk végig látszik Oszu-hegy gerincével, hogy a madárhoz van-e köze konkrétan, vagy nincs. Ezt már tegnap fejtegettem. Szembe jutott, hogy mikor eljöttem, akkor Hortobágyi Madárkórházból volt egy tudósítás, hogy egy kis uhut meglőtték, és hogy ott ápolják. Én nem tudom, hogy milyen emberek vannak. Mondja már meg bárki, hogy kinek ártott az a szerencsétlen állat? Ilyen dolgokat nagyon nehezen tudom megemészteni. Arra számítottam, hogy esetleg majd itt lefelé part közelben lesznek táborhelyek. Egyelőre nem úgy néz ki, igaz, hogy még nem is értünk le. Az út egyébként GPS szerint majdnem teljesen levisz. Egyik oldalon persze jó a tenger közeli rész, mert akkor akár csapadásra is van lehetőség, másik oldalról viszont nyilvánvalóan nem ennyi lesz, tehát itt még majd vissza kell mászni, ugyanis még a következő egy kis mini településig, ameddig ez a partmenti út tart, addig még van egy jó 15 kilométer. Jól látszik, hogy forgalom, aztán végképp semmi. Hivatalosan még ki se nyitott az út, mert hogy majd 8-kor nyit, tegnap beszéltük, hogy ez egy ilyen nyitvatartós út, vagy nyitvatartása. A fasz a táborhely. Igaz, egy kicsit a kirakatban van, bár ahogy a helyzet itt kinézett, szerintem a kutyát nem érdekelte volna. Most viszont intenzíven megyünk lefelé, lehet, hogy nulla szintre. Meg lesz ennek a böjtje, ebben biztos vagyok. Ajaj, ez már nagyon kemény. Nem nagyon megereszteni, mert aztán hirtelen jön egy kanyar, akkor van repülés. Hogy mondjam, van idő előtti csopanás. Egészen levegyünk, és ott szemben az már lehet, hogy Fokjánó, viszont hogyha az az. Elnézést, rá kellett húznom a másikat. Most már nagyon éles. Átsodródni meg nem nagyon akarok, annak ellenére, hogy autó nem várható. Szóval ott az öbölben, mintha lenne valami, én nem tartom kizártak, hogy az már Fokjánó, csak azért is, mert fölötte látom a szerpentin utat. Egyik oldalról ez jó, másik oldalról viszont akkor kizárt, hogy ez volt 25 kilométer. Akkor mondom a harmadik oldalát, mivel ez nagy valószínűséggel odáig már végig lejt, és ha tényleg az van, amire gondolok, akkor nem volt egy jó húzás letáborozni, ahol végül letáboroztunk. De utólag már semmiképpen nem nyígok, mert alapvetően azért egy jó hely volt. Egyet egy gondja volt, hogy még tudtam volna aludni körülbelül egy olyan fél órát, három-négy órácskát. De persze ilyenkor, mikor az ember már magához tér, és itt ül a nyerekbe, és már össze van pakolva, akkor persze azért jó, hogy időben indultunk. A túrát különben egy picit túl is terveztem. 12 nap nálam, az én esetemben azért nem nagyon szokott játszani. Utoljára azt hiszem talán 2017-ben a Tengeri Apok Ostroma című túránk volt ennyire hosszú, az sem volt ennyire, azt hiszem aztán 11 nap volt, most meg már helyből ugye van egy nap lemaradásunk, tehát már eleve 12 nap módosul 13-ra, illetve a műszaki problémák miatt akár 14 is lehet, bár ebből azért bevallom, hogy tegnap sikerült egy fél napot visszahozni. Magányos kis jaktocska az öbölben, remek fotótéma. Tintottam is egyet,
főleg úgy, hogy a háttérben pedig látszik a nagy cruiser, így a napsütésben. Nem tudom, hogy a kis kamera mit ad vissza, ott a homokos part is különben lent. Hú, jó, jó. Szóval izgalmas a táj továbbra is. Imádom ezt a csendet, hogy sehol senki. Nem tudom, hogy az idén összejön esetleg egy Alpok túra. Olaszország van tervezve, valójában egy ilyen fold betapasztás, úgymond a 2018-as Dolomitok közt a túránk bent maradt részét húznám be. Ez van tervezve. Ilyen pillanatban úgy néz ki, hogy megy a füstbe a terv, mert az én Sputnik oltásommal egyelőre az olaszok nem engednek be. Igaz, hogy még csak június eleje van, augusztusra ez még sok mindent változhat. Persze ez lehet rosszabb is, azért a vírus nem tűnt el. Majd meglátjuk, reménykedjünk benne. Az egyelőre most nem ennek a filmnek a témája. 5 kilométer óta gurulunk, eddig oké. Valami harcikan, mi? Mi az, kecske? Annak nézem, igen. Hát ezt nem tudom megítélni. Ja. Van itt mozgás rendesen. Azt a videót, ami kering a neten. Egy ilyen orosz összevágás lehet szerintem, ahol ilyen kecskék, meg kosok, meg egyéb mások, hogy támadják a bicikliseket. Nem. Meg autósoktól kezdve mindent. Ja. Tehát de tudod, így hátratolat, mert úgy csinálja. Ugyanúgy, mint a, tudod, van az őstulok, vagy nem tudom, pézsmatulok, vagy micsoda, tudod, ott az északi zónában. Neki futtak, aztán püf! Fú, de hát most egyrészt ugye halálra rögtem magam rajta, másrészt meg azért úgy belegondoltam, hogy mi van, hogyha mondjuk egy ilyen jön szembe, akkor mit csinálunk? Nem lehet kivédeni, mi? Ja. Meséltem már, hogy meghívtak a Jakubcsek show-ba? Halál komoly. Tavaly ősszel a Rónai Zsanett keresett meg, az a Rónai Egonnak azt hiszem talán a felsége, ott az ATV-n valami szerkesztő, és hogy egy ilyen kötetlen beszélgetéshez lenne kedvem a Gabriellával. Morfondíroztam, hogy most mi legyen, miféle lúzerekkel ültettek majd össze, olyan szörű hülyékkel, mint amilyen én is vagyok, és akkor majd ott produkálom magam. Aztán kibújtam, mert Covidra hivatkozva, amelyek egyébként volt alapja, tehát én azért ilyen Covid-fosós vagyok, azt el kell mondanom, tehát én abszolút nem tagadom ezt, tehát biztos, ami biztos, még azért lenne jó pár éve, nem kellene most ezt kockáztatni. Na, szóval mindegy, vissza a témára, mondtam, hogy majd esetleg egy későbbi időpontban. Nem vagyok egy társasági ember, ezt be kell, hogy valljam. Ki a legnagyobb társasági ember? A boncmester. Gondolj bele, mennyi emberrel találkozik. Nem ez az első eset, hogy lehettem volna a tévében, ugyanis már voltam. Szerepeltem a Friderikus show-ba. Ezt sem mondtam még? Nem. Mint néző. Azt viszont nagyon jól alakítottam. Tapsoltam, amikor kell, röhögtem, amikor kiírták. Úgy megy. Az nem az van, hogy a poénon röhögsz, hanem mindegy, amikor megmondják, akkor kell röhögni. Egyébként ez most is így van. Fábri Sóder, meg egyéb más ilyen beszélgetős műsorokban, amit ők humorosnak szánnak. Persze a legtöbbje nem az, de hát ott kell idétlenül röhögni, és még fizetsz is érte. Sajnos a kezdeti nagy lendület, már úgy értem, hogy a gurulásra, az már úgy elkapott, sőt annyira, hogy talán már felfelé megyünk, mi? Bolt nem várható most, egészen Leonidióig, tehát magyarul a napunk végéig. Mudíciót szerencsére beszerezve Kiparisziban, a kisboltban, és került mindent megvenni, itt vannak a csomagban, úgyhogy tejem is van, kenyér is van, és az otthonról hozott cuccokhoz a 10. nap óta még nem nyúltunk. Hát a tepertő meg a szalonna, azzal biztos nincsen gond. A kolbász lett egy picit necces, az is bírja, mert ugye füstölt. Gond van vele, hogy ezek a bolti kolbászoknak a műbele azt tud penészedni, főleg akkor, hogyha nem a hűtőben van, illetve egyébként megsúgom, hogyha a hűtőben van, akkor lehet, hogy talán még attól is jobban, ugyanis a nedvesség a hűtőben sokszor jobban kicsapódik a hideg miatt. Na mindegy, ez úgyis csak akkor derül ki, ha kibontom a csomagot. Viszont betekinthetünk Fokihánóba, ott egészen hátul már látszanak a kis napozó ágyacskák, teraszocskák.
ez a Fokiano itt a keleti parton, ide-oda kb. Egy 50 km-es partmenti sáv van, az egyetlen hely, ahol van civilizáció. De az is jól látszik, hogy tulajdonképpen három háztól több minden nincsen, és említettem, hogy Arkádia régió, mert szerintem már átjöttünk, itt a felső része, majdnem egy 1000 méteres platón, fönt vannak a falvak. Szóval ez csak egy ilyen kikötő részleg, hát most elmegyünk, megnézzük közelebbről. Ami ettől idegesítőbbnek tűnik, az az után következő programunk, ott az. És az a Szerpentin útnak egészen biztosan csak az alja. Szóval lesz ma megint feladat, tulajdonképpen az egész túra erről szól. Sport plusz sport, megszorozva a sporttal, sajnos. Kicsit élvezkődősebbre számítottam, nem mintha abból kevesebb lenne, de az arányuk egy picit tolódnak, és ez zavar. És a továbbiakban sem lesz egyszerű, ugye, és a Pannonhalmon az még a Taygetosztól is erősebb. Hogyha egy kicsit mérleget kellene vonni idáig, akkor talán az első napunk a Taygetosz volt a leglazább, bár akkor voltunk legmagasabban, de valahogy, ha az ember a klasszikus hágómászásra készül, akkor ott körülbelül az is van, tehát azt várja, és az is jön. Viszont ezekben a kiszámíthatatlan kis partmenti fölle, ez nagyon kiveszi az embernek az erejét. Hivatalosan a holnapi napunk lenne megint klasszikus hágómászás, de nem futok ennyire előre, nem spoilerezek. Akkor izgalmasabb az például, hogy ez a tenger, ami itt van mellettünk, ez micsoda. Ez a Myrton tenger, persze alapból az égei, de azon belül is ugye vannak beltengerek. Északon az Attikától egészen a Maleász fokig, tehát itt a Maleász félsziget, ami jövünk, annak a déli pontjáig tart. Ez a szárazföldi szakasz, és akkor utána húzódik még lefelé, Kréta felé. Ilyen tengeralatti gyűrődések vannak, úgy mondják, hogy gödrös a tenger, ezért sok hullám van. Hasonló Tenárófokon már szerintem ezt elmondtam. Sok a vihar arra, tehát a Myrton ott dühöng, ugye a legenda szerint. Mítikus lény volt, egy ilyen mitológiai hős, azt hiszem, aki elég csúfondáros véget ért, ugyanis Pelops behajította a tengerbe. Valami összebalhéztak, lehet, hogy kocsmában volt egy kis nézeteltérés, a fene tudja. De ezek a mitológiai hősök nem pusztulnak attól még, hogy behajtják őket a tengerbe. Azóta is ott van, majd figyeljük, hogy látjuk-e. Állítólag, mivel nem tud kijönni, mert hogy új van megátkozva, ezért dühöng, és a tenger attól ilyen zavaros, sok a vihar, meg egyéb más. Hát most éppen nem azt az arcát mutatja, de való igaz, itt a keleti parton szoktak lenni viharok, akár még nyári időszakban is. Ellentmondanak, hogy mennyire száz itt az időjárás, egyébként a Peloponnesoszon egész nyáron szinte sosem esik. Azért ebből a szempontból van változás, ugyanis a tenger felől jövő áramlatok, azok itt a nagy hegyeken le tudnak csapódni, és ha körbenézünk, akkor ez jól látszik, hogy milyen zöld minden. Ez ugye nem volt jellemző idáig, mindenhol kopár hegyek vannak, itt ez a Madara-hegység, ez pedig kimondottan zöld buja. Megnézi valaki ugyanennek a másik oldalát, na az már egyáltalán nem így néz ki. Tehát a belső oldal az teljesen száraz, kopár. Ez is hívják úgy, hogy a félarcú hegy. Elég hülye kifejezés, de azért úgy valamilyen szinten talán utal arra, hogy miről is van szó. Amit most elmondtam, hogyha Pelops szóba került, akkor nem nehéz kitalálni azt, hogy van köze a Peloponnesoszi félszigethez. Hát konkrétan az, hogy róla nevezték el. A középkorban úgy hívták a helyet, hogy Pelops szigete. Persze akkor még nem volt sziget, mert a korinti csatornát még nem csinálták meg. Ősök már hajókáztak, aztán jó párszor körbe mentek rajta, és úgy tűnt nekik, mintha sziget lenne. Magyarul itt évszázadokig, évezredekig azt gondolták, hogy Peloponnesosz egy sziget. Gyors fintora, hogy aztán végül tényleg az lett emberkész segítségével. Peloponnesi félsziget csak látszólag nagy, már beszéltem róla szerintem a korábbi részekben, hogy a görögök ezt úgy veszik, hogy egy ilyen közbűső alkatrésze Görögországnak, tehát van a szárazföld, van Peloponnesosz, ami nem sorolható sehova, meg van a szigetvilág. A teljes terület egyébként Görögország szárazföldi része, az nem nagyobb, mint Magyarország, vagy körülbelül annyi, 105 ezer négyzetkilométer, és ebben már Peloponnesosz is benne van. A szigetek még körülbelül egy olyan jó 25 ezer, tehát így jön össze a 130-132. De ugye a partvonal tagoltsága miatt ez sokkal nagyobbnak látszik.
A szigetekről lehet, hogy fogok még domcsizni, mert ezt a témát nagyon szeretem. Ugye mondtam már, hogy mekkora nagy sziget fan vagyok. Sajnos most az idén nem jött össze a szigetes túra több okból. Kicsit ki kellett tervezni, mert azért lett volna benne. Göröcki Sziget-tenger kalandoré 2016 újra visszautalás, ha valakit érdekel, lehet nézni. Az azért jellegében teljesen más fajta volt, és bár most már a túra nagy részén túl vagyunk, ez is nagyon jó, de a szigettúrákat semmi nem pótolja. Tehát az mindenképpen ütősebbnek gondolom, mint ezt. Persze majd az idő úgyis mindent egy kicsit átír. Most még ugye ebben benne vagyok, ez az összehasonlítási alap, az teljesen más. Tájügyileg egyébként ez is teljesen rendben van. Itt is voltak nagy szívások, azt azért elmondom, de azért korán sem ennyire, mint most. És akkor egy dologra talán még visszautalnék, Görög-szigettenger kalandorai. Milyen jól hangzó cím. Sokan rá is kattintottak, nézték, ezt így egy poénnak szántam, de kevesen tudják, hogy ez földrajzilag nem helyes. És a Jón-szigetvilág, Kefalónia is környéke, az nem a Görög-szigettenger. Görög-szigettenger kifejezés az valójában nem csak egy jó PR cím volt, hanem ilyen valójában létezik. Mégpedig az égei szigetvilágra mondják ezt. Tudtam azt, hogy tulajdonképpen most vagyunk ott, de mégse vagyunk ott, mert ugye szigetekre nem megyünk. Fokiano, megint egy közelítés. Élet nulla darab, legalábbis így első ránézésre. Nem baj az, nekünk most úgyse kell semmi. Egy strand, kettő strand, szerintem két taverna, meg ott van még összesen talán négy darab ház, attól biztos, hogy nem több. Az meg ott viszont szigetnek néz ki, ha már emlegettük a szigeteket, hát meglátjuk, hogy mennyit lehet itt még bóklászni. Mindenképpen terve van itt egy rövid kis sziesta. A tenger felül megtalálod Indiát, de se baj, hogyha felfedezzük Amerikát. India igen távol van, viszont hogyha a tenger felől nézzük itt mögöttem, akkor Afrika már annyira messze nincs. Ráadásul most az utóbbi időben igencsak el is indult errefelé az afrikai lemez. A törésvonal itt van pontosan a Malász-félszigetnél, végig Kréta felé, ami húzódik egészen Görögország belső területe felé, és innen már nem néz ki találni, hogy akkor bizony földrengés, igen. Mégpedig olyannyira, hogy nagyon is, tehát szoktak lenni, jól néz ki, nem homokos szerintem, hanem ilyen apró kavicsos, mindenképpen lemegyünk, aztán majd meglátjuk, hogy bizus. Szóval a földrengések Afrika felől jönnek, de van más is, például Olaszország, ugyanis a Görögországhoz az olasz csizma is közelít. Ívesen alulról a sarkantyújával piszkálja az olasz lemez a görögöt, és emiatt a másik oldalon a jó szigeteken is nagyon sok földrengés van, fenn már látszik az út. Hát lesz kilátás, az biztos, de keserves lesz. Akkor még nem mondtam, hogy persze Ázsia is jön, a törökök felől kis Ázsia is közeledik. Szóval egyfajta ilyen gigantikus és présben van Görögország, és ezen belül a Peloponészosz is. Emiatt vannak itt ezek a viszonylag gyakori és néha egészen pusztító földrengések. Alamatában említettem 1986, akkor azért úgy egészen komolyan tarolt. 2008-ban például Attika lett lerombolva. Az újkori földrengések közül meg azt hiszem talán 2000-ben volt egy ilyen komolyabb, ami majdnem egész Görögországot megzakkantotta egy picit. Alatt azért azt kell érteni, hogy ezek általában lokális jellegűek, de viszont az adott pontokon eléggé erősek. 2016-ban, amikor Lefkádán voltunk, akkor előttünk volt pár nappal, és Lefkádán belül is a nyugati parton csak egy bizonyos pontot érintett, a Jalo Beach-et, ugye erről már beszéltem. Rajta van a filmen, hogy teljesen összeborította ott a hegyoldalt, leperegtek a kövek, elintézte az utat, és ezzel tulajdonképpen nekünk is az egyik fő programunkat, de hát mindegy, sok választásunk nem volt, alkalmazkodtunk a körülményekhez. Azt nézem, hogy hol lenne jó lemenni, itt például volt egy lejárat, Paralia Beach, kérdés, hogy igen, hogy Mészi vajon hol van? Már jön is kifelé. Mi újság? Meg volt az expedíciós túra? Merre, hogyan? Megvan a part? Megvan. Nem, furcsán rezeg a fékem. Megbuheráljuk most mindjárt. Nincs itt senki. Customers parking only, de mi ugye nem akarunk parkolni. Üres? Úgy néz ki?
Hát az biztos, hogy reggelizésre optimális lesz. Egyébként a tábor hely is imán működött volna, nem tudom, figyeled, de bementünk volna oda kicsit hátrébb a sarokba. Hogyha valamikor dél körül érkezünk ide, akkor hát romantikusabb helyet kitalálni nem lehet. Van azért mozgás, hallok tányércsörgést, nagy valószínűséggel azért már vannak. Légkondi is megy. Itt a másik taverna, tehát valójában nem egy van, hanem kettő. Halászcsárdának tűnik. Mi lenne, ha kérnénk egy frappét? És akkor abban a pillanatban már le lehet ülni. Mi a véleményed? Hú, gyerekek. Senki az égvilágon. Tök üres. Szét akkor bent, hogy bizújs. Görög országban vagyunk, mindig, hogyha esetleg valaki elfelejtette. Megrendeltük a frappét. Van. Nem csak görögül beszél, de azért a lényeg megvan. Mutogatni azt tudunk, nem? Megejtjük a reggelit egyik oldalról. Szerintem a kilátással nem lesz probléma, nem? Yeah. Ez teljesen rendben. Aztán utána a csobbanás jön. Én beterveztem még a tejnek a lepusztítását is. Kicsit induljon meg a székletem, bár hogy fölnéztem ott, hogy hol megyünk föl, szerintem az is meghozza majd rendesen, igaz? Ebben a másodpercben már érkezik is a frappiénk. Oké, thanks. Az, hogy melyik frappét, hol, hogy csinálják a görögöknél, az mindenhol más. Érdekes, hogy jár hozzá a víz, vagy ez csak ilyen ajándék, vagy úgy vannak vele, hogy akkor most, hát az is lehet, hogy a végén meghagyom a tejet, majd meglátjuk. Nézzük. Hát az alja egy kicsit vízízű. Kóstold már meg, kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz erre. Már megkóstoltam, ez már vízízű. Ez vízízű, mi? Ez teljesen vízízű. És külön hoztak hozzá vizet, hogyha nem lenne elég vízízű, akkor még vízízűbb legyen. Hát ez nagyon gáz. Nem ezt vártam. Azt érzem, hogy azok ott ilyen kis csoki darabkák húzkálgatnak benne, szerinted? Vagy mi lehet az a fekete? Cukorral kértem. Hát nem nagyon érzem. Viszont ugye televágták az aját jégkockával, ez rendben is van, mert akkor hideg, meg minden. Csak ugye az szépen olvad menet közben, aztán ettől még vízízűbb lesz. Hát ennek túl sok köze nincs ahhoz, ahogy én szeretem, amit két nappal ezelőtt ittünk Aigos Nikolaosban, emlékszel? Na, az azért az jó volt. Nem tudom, hogy majd árban hogy néz ki az egész. Azon gondolkozok, ha zúgatok bele egy kis tejet, azzal feljavítani, különösebben nem tudom, ízvilágában legalábbis nem. Mi? Nyilván nem lehet belőle kiszorítani, viszont egy kis cukrot tehetek bele, menés csak ide. Nekem itt van. Ilyen hangzik, de én most gányolok. Remélem, hogy Rubin Tréka rajongók ezt most nem nézik. Hát, ha valami. Épp azt beszéljük, hogy elértük volna, hogy ide értünk volna. Hm? Sok tötyörész a hágó, amikor ott járkálgattam mindenfelé. Emlékszel? Legalább egy 10 helyre mentem be szétnézni. Átverős az út, kilométer adata. Ugyanis jóval hosszabb. És tudod, mire tippelek? Arra, hogy az új úttal lerövidítették a régit. A régi ki tudja, hol keringett itt, és az volt a 25 kilométer. És ez az új. Új nyomvonalon jött, lecsapott pár dolgot, hozzácsaptak pár szintet. És szerintem legalább 5 kilométerre rövidebb. Mert nem volt az egész több egy 20-asnál. Klasszik hágó, 400 méter. Ott voltunk, most meg leértünk teljesen nullára. Időben rendkívül jól állunk, 8:30. Hát tegnap még akkor még csak fel se tápászkodtunk, igaz? Ma pedig a kilométer adatok alapján még a tegnapitől is lazább napunk kellene, hogy legyen, de még egyszer mondom, ami itt fölfelé van mögöttünk, és talán látszik is, az azért még okozhat meglepetéseket. Na, én bontom a vizecskét. De jobbat találtam ki, mivel hogy bolt nincsen, hogy elviszem, és már most ebben a másodpercben biztonságban is helyezem, mert kellőképpen hideg. Ha jól be tudom rakni, leszigetelni, akkor ez szerintem felt a hágó úton, végig ki is bírja. Amire tudkóra szükség lesz itt, fölfelé, az a folyadék. Szinte biztos. Hogyha már a teszteknél tartunk, akkor IQ-teszt. Azt azért tudod mi? Megint jöjjünk vissza a témához, tudod, visel vágy. IQ-bajnok. Te tudtál róla? Hallottam róla. Mégpedig nem is akárhogy. És erről rohadtul büszke volt. Hogy ezt milyen nagyon tudja. Amikor
volt egy riffot, ezt hosszan kifejtette, és utána elmondta, hogy neki a jövőjéről már kislánykorában is határozott elképzelései voltak. Megvan, nem? 4 éves kislánytól megkérdezik, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Én kurva leszek! Nagy karriert futott be, az egyszer biztos. Anális vonalon. A kettő kombinációja, már a lukumi, illetve ez a jó tömény, és még a cukrot bele is szórtam frappé. Azért jó lesz itt Felfélhegyen rakétahajtóműnek. Sőt, hogyha hozzáveszünk, hogy ugye tegnap még miket ettünk. Uh-huh. Én például a 8 lábút, ami még mindig itt van. Éjszaka hallottam is, ahogy kapálózik. Szóval izgalmas lesz itt felfelé. Főleg úgy, hogy se bokrok, se fág. De azért majd valahogy megoldjuk a dolgot. Azt hittem, hogy már rég a bozótosba hittad. Nem, még nem jött össze. Mert belém szorult reggel a darazsak meg a méhek miatt. Menekülni kellett. Fokiano Beach-et egyébként a türkiszkék tengeröble miatt reklámozzák agyba főbe. Ilyenből hányan találkoztunk már eddig? Szinte mindaz volt. Mindaz volt. Simán el tudom képzelni, hogy az most egyelőre nem láttuk még, mert szerintem a napállása olyan. Meg ami nagy baj, szerintem ezt te nem hallottad, de azért mondtam, hogy az időjárás azért kezd fülledni. Apropó, nézzük meg a térerőt. Egyrészt az időjárás miatt, másrészt meg kell bonyolítani a otthoni telefonokat is, mert ugye nem tudtunk telefonálni, és ilyenkor otthon már para van. Görögség említettem, gőzzel felhúzzák. És akkor a cappuccino-szerű lesz. Nem rossz, de én nem leszek kávés, ez szinte biztos. A jó kávéhoz ennek nincs köze? Ja, hogy mert hogy ez nem kávé, mi? Ez csak egy ilyen desszert, vagy az Isten tudja? Van benne kávé, de Nescafé, állítólag. Jó espresszó az nem ilyen. Jó, de gondolom, hogy nem is emiatt isszák, mint amiért mi a kávét. Gyűjtjük az energiát, de kegyetlenül, cukrot cukorra. Nem csak azért, mert hogy ami itt mögöttünk jön, hanem azért, mert én Leonidiói már ki akarom koppalni. A Leonidióban ugye biztos lesz választék. Úgyhogy valami jó kis estevéthez mit szólsz. Így megelőlegezzük a bizalmat nekik, hogy ott vannak jó helyek. Köszönöm. Jó. A profi féktárcsám, amiről még mindig nem beszéltem, hogy miket cseréltem a bringám, de majd ígérem, hogy itt felfelé, ha nem szarok be, mert nem lesz olyan nagyon nagy százalék, akkor majd mesélek. Jól látszik, hogy azért voltak változások tavalytól. Most adott egy kis hangot, ami nem nagyon tetszett. Annak majd még mindjárt utána nézek. Akkor az adóró tejjel egy kicsit feljavítjuk. Így. Ha nem adóró lenne, akkor biztos nem csinálnám. De így akkor rendben van, mert pont az. Itt látszik, hogy rétegelődik az egész. Állítólag ennek az lenne a lényege, hogy rétegelve kellene pakolni. Ez most rétegelve volt? Nagyon nem, de az előző az volt. Akkor jön egy találós kérdés, amíg itt sziasztázunk. De előtte a találós kérdés előtt jön egy találós kérdés, megelőző találós kérdés. Kicsit visszautalva a tegnap esti témára, akkor már pedzegettem ezt. Mindenki egyelőnek születik, ugye? Az a elcsépelt frázis. Akkor kérdés. Kikre buknak a nők? Mondok 2 lehetséges változatot. Brad Pitt, kigyúlt sztárszínész, jóképű, dúsgazdag Hollywoodból, ez egyik verzió. A másik, Kis János, alacsony kopasz szemüveges, segédkönyvelő Gáva Vencselőről. Tessék választani. Költői volt. Most jön az igazi kérdés. Madarahegység miről híres? Ilyen jól átkötöttem. Mi, hogy a téma? Itt választott ugyanis Afrodité magának párt. És akkor mondom a 2 lehetséges változatot, és ez innen már így van. Zeus főisten az egyik sarokban, másik sarokban valami földi halandó itt valamelyik faluból, valami görög. Tessék tippelni. A helyes megfejtő kapnak egy kobrankó bögrét, amit közjegyző nélkülözésével sorsolunk ki. 3-szorra tudtam elmondani, mindegy. Szóval ez van. Természetesen a válasz borítékolva van. Afrodité Zeus-t választotta,
És akkor innentől a történet szerintem már mindenkinek ismert. Ja, hogy tegnap is kifejtegettem, a világ így működik. Tehát kis Jánosnak, a segédkönyvelőnek esélye sincsen. Brett Mitt meg még az ajtón se lépett be, és már széttették a lábukat. Még kevesen tudják, hogy kis Jánosnak mekkora farka van. Egyéb iránt a hasonlat sem teljesen jó, és tudod, hogy miért? Azt mondom neked. A mai világban lehet, hogy sokkal jobb egy segédkönyvelő, mint parti. Csak gondolj bele, mit összekeresnek ezek? Én nem tudom mondjuk, mert nem vagyok ennyire benne, de a könyvelőkre most igen jó világ jár, ugyanúgy, mint ahogy az ügyvédekre is. Nem csak a pénz dominál itt, hát itt van Várkonyi Andrea meg Lölő, tudjuk. Hát egyértelmű, hogy Andrea nem a pénze miatt választotta Lölőt, ugyan már a világ egyik leggazdagabb ember, mit számít az. Milyen jól néz ki Lölő, nem? Igazi bomba pasi. Biztos, hogy a kinézete miatt. Nem a pénz, meg volt a kémia. Jaj, tényleg, hát meg volt a kémia. Mint a savagyilkosnál. Ott is meg volt. Egyébként jó húzás volt ki rendelni a frappét, és meg is mondom neked, hogy milyen. Mert bár nagy volt siker, nem szóltak volna, csak normál mezén módon ide leülünk, mert azért ezek görögök. De így már ebben a másodpercben fogyasztó vendégek vagyunk. Nyugodtan ki lehet pakolni a sajátot, arról nem is beszélve, hogy a napernyők itt végig szintén ide tartoznak. Magyarul, oda nyugodtan lepakolhatunk, mert a napozás minden, mert ugyancsak egy szerencsétlen frappéról van szó, mit tudom én, fél euróért, euróért, de, mint említettem, mi már a ház vendégei vagyunk, és akkor onnantól használható minden. Így kell potyázni. A potyázás magas iskolája. Tovább rúgózunk ezen a savasgyilkoson. Nézi nem bírja magát rajta túltenni. De mondtam neki a másik kedvenc idézetemet. A nő szívéhez a legrövidebb út a mellkasán keresztül vezet. Ugye Freddy Krueger, beszéltük. Nem is ennyire az az érdekes, hanem sokkal inkább az, hogy manapság már nem csinálnak normális horrorfilmeket, nem vetted észre? A maiak annyira zsékategóriás gagyi szarok. A 80-as évek, tehát Freddy Krueger például, Némálom a Szilfa utcában, vagy a sok zombifilm, de millió zombifilm most is van, ezek a szar sorozatok, tudod? Dead Man Walking, meg egyéb más szar. Annyira lecsépelt gagyik, olyan hatásvadás szarok. A régiek, azok voltak az igaziak. Lucio Fulci, Joe D'Amato. Na, még sorolhatnám az olasz klasszikusokat. Ezek úgy kikoptak, kiöregedtek, kihaltak, már nem csinálnak. Hogyha néha-néha torrenten levadászok egy-egy horrort, 10 percnél tovább egyet se bírok. Annyira gyengék, hogy ez valami borzalom. És még ha visszanyúlnak esetleg az eredeti klasszikus klisékhez, mit tudom én például, tudod, Erdei ház, fiatal csapat megy bulizni, és akkor jön valaki, aki ott elkezdi őket aprítani, még azt se tudják normálisan megcsinálni. Valamit mindig belevisznek, valami divatmarhaságot a maiakból, és akkor így jutunk el oda, hogy mit tudom én, ezek a gyenge romantikus vámpírszarok, tudod, amiket esznek a csajok. Nekem horrorfilmet ne a csajoknak gyártsanak. Nekem nem romantikázni akarok, amikor horrorfilmet akarok nézni. Az, hogy vámpírköltösbe van belefoglalva, ki a szart érdekel? Én rettegni akarok. És úgy, hogy rendesen, de nem az, hogy előre már tudom, hogy mi történik. Következik a tejteszt. Inkább azt kellene felmérni, hogy mennyire jó a zárókupak. Úgyis ez megy be a táskába, és jön velem az emelkedőre. Ennek itt még jó haszna lesz, mert még több, mint a fele megvan. Viszont ha kilőtjük a táskába, akkor igencsak probléma az, de úgy néz ki, hogy akkor ez rendben van. Hihetetlen ez a csend és a nyugalom, hogy ez már mennyire hiányzott. Kiszakadni a pörgő világból. Kis hangulatos hely. Ja. Térerő, nyista. Az is tehát a mögött kettővel. E-mail néha beve úgy csúszik, meg egy-egy SMS. Gondolom, fent lehet valami torony, aminek ilyen Geller jele néha levergődik. Amíg fel nem mászunk, addig nincs kapcsolat a külvilággal. És ami nagy baj, hogy nem tudjuk az időjárást, már pedig most már olyan részben kakukktojás, éjszaka volt dörg is beszéltük. Na akkor üldés, mielőtt indulunk. One more time before you go. One more time
on the radio. Az April Wine nagy sikere 1981-ből. Szerintem most tökéletesen idei lett. Egy tekintés a parton. Fordulás. Íme. Lulla, azaz nulla darab ember. Ez az én világom. Irány a víz. Az apró kavicsokat itt bentebb már nyálkás nagy kavicsok váltják. Úgyhogy én tovább nem küzdök, ha nem muszáj. Azonnal bele lehet jobbanni. A víz hőmérséklete tökéletes. Van fejlemény, lőnek, mi? Hallod? Mégpedig abból az irányból, a tenger felől. Reggeltől megint repkednek a vadászgépek. Most arra a következtetésre jutottunk, hogy itt hadgyakorlat lesz. Mégpedig tengeri. Félelmetes, ahogy vízhangzanak a hegyek. Ágyúval, naszádokkal lőnek. Egy hadihajót láttunk eddig, de azt két napja. Az vészi szerint egy fregat volt. Ez némiképp megmagyarázza azt is, hogy akkor miért állnak a nagy személyszállító hajók. Gondolom, hogy van egy lezárt zóna. Én csak erre tippelek, ahova nem mehetnek be. Én első körbe becélzom ott azt a bóját. Olyan eszméletlen jó a víznek a hőmérséklete, ezt elmondani nem tudom. Ami érdekes, szerintem talán jól látszik, hogy nem, egyáltalán nem, a kezemmel sem hajtok, és teljesen feldob a só. Most két verzió lehet, vagy könnyű vérű nő vagyok én is. Igen, igen, ez az első. Igen, ez az első, jó, akkor figyel. Vagy a másik, hogy annyira nagy a víznek a sótartalma, ami egyébként simán lehetséges, és a földközi tenger az egyik legsósabb tenger, kevesen tudják a világon. És hogy ennek is van ám magyarázata, a messinai sókrízis, ami nem most volt, hanem kb. 5-6 millió évvel ezelőtt, de azért még mindig van hatása. Hogy ez micsoda pontosan, ez egy kicsit hosszabb kifejtést igényelne, úgyhogy maradjuk annyiba, hogy ebben most nem kezdek itt bele a tenger kellős közepén, lesz miről beszélni majd ott fölfelé. És már ebben a pillanatban mutatom is, hogy hova megyünk. Ajaj, már most félek, hú, de ordítanak ott arra. Madárkolónia van szerintem, én arra tippelek. Először megnézzük a sárga bóját, ami nyilván nem annyira különleges, de az mindig jó, hogyha van miért húzni, legyen valami cél. Hát ezzel meg is volnánk. Jó bejöttem, nem nagyon látszik szerintem. Ez ugye azért gáz, mert két láb, egy kéz. Jelen pillanatban nincs több. És ott végig gondolom, hogy a strandot jelöli. Hát nem a 60 centit, mint a Balatonnál. Itt azért már jóval mélyebb lehet. De látszik a madzag lefelé, szintén sárga. Ott én lelátok az aljára, simán el tudom képzelni, mert több 10 méter van. Na de ha már bója, akkor egy kicsit nézzünk szét. Dörög az ég mögöttünk, de nem vihar, még egyszer mondom, hogy akkor mi van? Hát fentről természetesen már mutattam, túl sok újdonság nem lesz. Ott van egy infrastruktúra, mögötte van egy épület, kicsit buckás a part, úgyhogy az nem látszik. Fordulunk tovább, akkor ugye befolyó, ez egyértelmű, ezért van itt ez a part, de nem homokos. Tehát az év nagy részében valószínűleg ez száraz. És akkor itt van egy étterem, ott pedig van a mi frappés kis bárocskánk, de egyébként halászcsárda, tehát kaja is van. Jelen pillanatban rajtunk kívül még egy futót láttam valahol, illetve ott van egy törülköző, annak a gazdáját azt nem látom, és akkor ezzel gyakorlatilag ki is fújt körbe végig, mint említettem, a Madarahegység, és az is jól látszik, ahol lejöttünk végig a sziklába válva az új út. Tényleg nem igazán látom semmi értelmét ennek az útnak, mert már Kiparisszi sem egy nagy település, és az is a világ végén van, ahonnan ez indul, és hát a következő 20 kilométeren meg az égvilágon semmi nincs, és akkor lejön ide Fokianóba, innen megint egy ilyen nagyon semmilyen út megy majd fölfelé, és akkor kifújt. Hát ezt az utat, ami mi most végigjöttünk, ezt gyakorlatilag semmire nem lehet használni, ezután se. Tranzitnak nem jó, mert fent rövidebb. Ha valaki lejön, akkor csak az óriási szinteket szopatja be. Ugye láttuk, hogy hol jöttünk le a Kiparisziba, illetve most majd hol fogunk följönni, azt csak tippelni lehet. Fölmenni, bocsánat. Aki meg esetleg idejön, vagy nehogy Isten a másik faluba, Kiparisziba, ahol tegnap voltunk, hát az meg semmiképpen nem igényel egy ilyen bődületes beruházást ekkora pénzzel. Viszont egyetlen lenyőle talán volt, az pedig az,
hogy mi akkor így meg tudtuk nézni a környéket. Mert ha nincs itt ez az út, akkor gyakorlatilag én egy zsákutcát nem vállalok be. Ilyen szintekkel nem lehet itt zsákutcázgatni. Ez nem egy olyan vidék. Én akkor most így hirtelen egy volt így kamerával a Fiesta természetesen. One more time before I go. Én elmondtam, én még párszor bejövök. Az mindenkinek világos. Egy kicsit olyan Fiesta még. De nagyon közeleg a vég. Mindjárt indul a szopóverseny. Michel Wein már a rajtvonalnál. Kobrankó Mészi felkészül. Harcra készek vagyunk. Egy másodperc és akkor indulunk. Nem a legkellemesebb feladat következik, viszont egy dologra még kitérnék. Az gond, hogy kint hagyjuk-e a bringát, ugye? Főleg, hogyha csak mi vagyunk itt, tehát bárhonnan feltűnhet egy kakukktojás minden. De van erre egy trükk, ugye alapszituációban attól kell félni, hogy mondjuk ide benyúlnak, kiszedik a pénzt, vagy mit tudom én, hozzáférnek az értékekhez. De mi van akkor, ha esetleg úgy gondolja, hogy a bringát topja el, ugye? Mert az a legegyszerűbb. Megpróbál itt elmenni vele és felugrik. Erre van egy trükk. Ugye arra senki nem készül, hogy ezek mennyire nagy súlyúak ezek a bringák, és hogy nem olyan könnyű ezeket tekerni. Magyarul a váltót minden egyes alkalommal, amikor elmegyünk, eltávolodunk, le kell tenni itt a legalsóra. Itt. És itt pedig, hát most pont nem úgy van, a legfelsőre. Ugyanis akkor van nagy koppanás, mikor felugrik, és megpróbálja tekerni. És abban a pillanatban kiesik az ütemből, mert hirtelen akkor gépészkedni kell, hogy akkor hogyan tovább, főleg egy ismeretlen gépnél, hogy akkor mi hogy. És az már lehet, hogy pont elég arra, hogy elkapd. Tehát ezért ez fontos. Most kialakult itt egy minimális vita közöttünk. Mész ugyanis azt mondta, hogy ezeket a műhelytitkokat szerinte ne hagyjon benne. Ez például ötlet, hogyha valaki nézi, tehát hogy mondjam, az ellenfélnek, az ellentábornak. Hát én meg úgy gondolom, hogy azért ezek fontos dolgok. Persze nem kell megfogadni, én csak elmondtam a véleményemet. Akkor ebben a másodpercben elhagyjuk ezt a helyet. Ennyi, jól látszik. Itt még van egy romos ház, és kész. Ugrunk neki az emelkedőnek. Mert lesz jó pár helyen látványos kilátás. A víz jelenléte határozottan látszik. Ezek ilyen tujafélék, mi? De ilyen tuja erdő gyakorlatilag. Nagyon hangulatos a hely. Említettem a Madara hegységet, hogy mennyire bujazöld, és jól látszik, hogyha arra körbe felnézünk, hogy akár, hát, mihez viszonyítsam? Ilyen szlovákiai táj is lehetne. Így messziről. Ha már az eső szóba került, akkor most itt elidőztünk körülbelül egy olyan jó másfél órát, eléveszködtünk. Szemből még minden rendben van, de azért látszanak felhőpamacsok. Viszont itt balra tőlünk keresztbe, már olyan szinte lejött a felhő, hogy már betakarta a hegynek a tetejét. Úgyhogy valami készül, hidd el, Mészi. Előre időjárást még mindig nem tudjuk megnézni. Szerintem, ha kérünk a gerincet, talán már valami térerő majd bekukucskál. Jelen pillanatban 12 méteren vagyunk, átkapcsoltam diagramra. Látszik a feladat. Ajaj, baj van. Ez most nagyon nem hiányzott. Hát, nem biztos, hogy ereszt, de ebből kell valamit belekillódni. Mivel az első is, ezért az is lehet, hogy egyszerűen csak kinyomódott belőle levegő. Nem annyira jellemző, de egyértelműen már nagyon lifegett, úgyhogy hát megpróbálunk valamit beledurrantani. Éppen, hogy jó lenne, de így hagyjuk, akkor már felütés játszik. Pumpa egyébként egész jó, de azért itt bődület nyomást kellene belepréselni. Nem baj, van itt egy előember mellettem, majd a végét ő átveszi. Mendegél? Uh-huh. Ja. És az érdekes, hogy az első is. Lehet, hogy egyszerűen csak ennyit tart a belső. Hát a napon simán lehet, hogy leenged, mert tudod, simán. Leengedhet. Nézzük akkor azért a mészítő biztonság kedvéért. Ezzel több baj volt. Fú, ez vídia. Ez vídia. Legyen már valami jó is. A tökéletes támasz. Ez 6-ot bír maxban. Egy kontinentál elviekben defektvédős. Talán jó. Nézzük az elsőt.
meglepően jó különben ez a pumpa. Mész ilyet vagy Spártában, ugye első rész biztos mindenki emlékszik rá. Az enyém még otthonról van. Egész komolyan fel lehet vele fújni. Nem is gondolná az ember. Az előbb a Mergyóval megjöttek itt az első fürdőzők. A csajci döbbenten nézett, hogy mi mit akarunk, hogy hova készünk. Ez valamit tudhat, nem? Igen. Ahol lejöttek. 20 méteren vagyunk. És aztán a végén majd kiderül, hogy pontosan hova megyünk föl. 11. Végjöttünk a hosszú völgyön, és most ebben a másodpercben már az első szerpentinen jövünk. Talán ez lesz majd a szerencsénk, hogy be van szerpentineztetve az út. Picit reménykedtem abban, hogy erdei mászás lesz legalábbis itt az első részen. Sajnos túl alacsonyak a fák, és a napmagas állása szerint ez nem jön össze. Függetlenül ettől az emelkedő nem annyira durva, 9 fölött még nem volt. Muszáj leszek kenekedni, most már durván éget a nap. Folyadékkal fel vagyok fegyverkezve, van víz, tej, üdítő vagy 3 üveggel, bal gondolában még van 2 narancs tegnap előttről, szóval azért rákészültünk, ott megy lent az út, az első kanyar után már ennyi, egyelőre jó, már nyílik is a völgy felé a kilátás. És hát persze az is látszik, hogy van hova menni. És ebben a másodpercben rá is kapcsolt, nézem a hátsót, az ön teljesen bizony keresztül, de lehet, hogy csak nem fújtuk fel rendesen. Mindegy, közben most már lelátni a zöbőre, Fokiano. Akár hányszor kimondom, mindig Fokjenő jut eszembe. Volt egy ilyen politikus, még a szocializmusban reformkommunista. 1968, azaz a gazdasági reformterm megalkotója. Aztán végül nem lett semmi, mert ugye az oroszok nem engedték át. Gondoljuk bele, hogyha akkor bejött volna magántulajdon, mert erről szólt, akkor azért most hol tartanánk? A privatizáció ellenzők most nyilván szólnák, hogy akkor már 20 éve hamarabb szétlopták volna az országot. Ne felejtsük el, hogy az egy dolog, hogy nálunk rablógazdaság van, és különben még most is, de azért a működőképes forma az továbbra is a kapitalizmus az egész világon. Csak hát ugye Magyarország a 44 konzussal, a sok ügyeskedéssel nyilvánvalóan egy másik utat választott. Elég baj az, hogy még mindig ugyanez van. Nincsen változás. Továbbiakban nem politizálunk, nézzünk viszont kilátást, feltéve ha megáll. Jó. A paranáma kör előtt azért egy nézegetés. Hát. Valószínűleg jó, csak az emberben már van egy kis félsz. Lesincsünk. Hát ami jól látszik, ahol jöttünk, de nem csak ez a kanyar itt, hanem ott arra távolabb, ott. Egész látszik végig a Hágó út, abból az irányból is durván megy föl. Ugye még egyszer mondtam, ott volt még a nagy szerpentin, és hát egész hátul szerintem látszik ott, és még az se a Hágó. Hát ugye 400 méteren volt azért 400 méter szintkülönbség. Egyébként most lehetünk egy 150-en, de ezt olyan gyorsan berántottuk, hogy mintha nem is jöttünk volna. Ilyen, nem nagy az emelkedési szög, ez sokat jelent. Nézzük akkor a Bécset. Valószínűleg már az utolsó rálátásra, mert hogy itt most mindjárt befordulunk egyfelé. Én nem inkedek benne, hogy fentem még lesz majd kilátás. Ott vannak a napozó ágyak, meg a kis étterem is, ahol voltunk. És jól látszik, hogy most innen fentről van még Bics másfelé is, például arra, ott van egy nyak, és akkor a sziget, ami nem is sziget, hanem félsziget, most már innen egyértelműen látszik, és egy kis kitekintés hátra a tenger, ez most úgy tűnik, hogy eltűnt minden, de nő a pára, és még egy dolog, ami talán pozitív, hogy említettem, hogy a hegy fölött jött egy felhő, ami teljesen ráhúzódott, és már tetejét nem is láttuk, na az most eltűnt, hogyha különben fölfelé nézünk, ott, szerintem ott fogunk menni, én arra tippelek. De itt majd szerpenézek egy kicsit az út itt fölfelé, amit nem is látunk, és ott a kanyon fölött fog majd elmenni, nem vagyok benne biztos, hogy végig lesz kilátás, sőt biztos, hogy nem, úgyhogy ezért akkor ennyi, hogy még csinálok egy fotót, és akkor utána megyünk. Említettem lent, hogy Fokiano hivatalosan nem önálló település, hanem a fenntartó Pigadi
település kikötője. Statisztikailag a lakosság 50 fő, de szerintem ebben már benne van a fenti falu is. Érdemes áttekinteni a másik oldal, mintha valami gyalogösvény menne ott felfelé keresztbe, de szinte függőleges. Az utolsó kis árnyékot is muszáj kihasználni. Hogy megyünk felfelé, egyre kopárabb lesz majd minden. Itt bent hűvös van. A hosszú élet titka, no sport. Hányan tudják, hogy ezt ki mondta? Megmondom, Churchill. Látszott rajta, hogy túl sokat nem sportolt. Helyette viszont szivarozott meg ivott, de kegyvényen. Most jön a húfangos kérdés, hogy meddig élt. Megmondom, 95 éves koráig. Akkor lehet, hogy mégis tudott valamit. Most már becsúszott 10 fölé. Remélem, nem fog állandósulni. Egy lift jó lenne, mi? Igen. Nem tudom, tudod-e, hogy a hivatalos szabály szerint liftet 10 év alatti gyerek nem vezethet. Gondolkozok, hogy mert mi van? Tehát elmegy vele másfelé? Igen. Vagy mi történik? Nem nyomja meg a gombot, vagy valami. Ez olyan most, mint mikor talán már meséltem, Miskolcon ellopták a villamost, a bankrablók. Megpróbáltak vele elmenekülni. Gondolták, beslitzolnak valami utcába, elbújnak a rendőrök elő. És egyébként igaz volt. Szembe a hegy néha felhőben van. Nagyon alacsonyak a felhők. Ezt sose szeretem. Itt a mediterrán zónában is ez ugyanazt jelenti. Alacsonyan szálló felhőkből pattan ki a leghamarabb eső. Nyilván azért ehhez össze kell, hogy álljon. Az meg egyelőre még nincs. De hát még elviekben korán van 11 óra. 200 méteren vagyunk, és nem jövünk negyed órája. Eszméletlen produktív a mászás. Jobbak a körülmények, másik oldalról nem durva a százalék, bár azért látszik az autón, hogy azért megy fölfelé, és nem elhanyagolható tényező, hogy a 10. napon már azért jövünk bele. Svájc itt megy fölöttünk, hallom a hangját. Ott tűnt ki az autó a képből, itt van egy hármas szerpentin. Jobbra is van kilátás, keresztül itt a hegy fölött, megint az égei tengerre, végig golfok jönnek egymás után, majd ha valakit érdekel, akkor a térképen megpróbál megmutatni az összes golfot. Kérésre még lehet, hogy a Volkswagent is. Óriási uvalkanyon, ezt kerüljük, és utána ott megyünk majd fel. Ott jön lefelé a moci. Megy csobbanni a fiatal, milyen jól teszi. Bár csak én is maradhattam volna. De ugye a kerékpár túlhelyről szól, már többször elmondtam. Menni. Milyen hozik, de ez a pont, ami ég. Azt a részeket kell kenni, ami felfelé van a napnak. Tehát például itt hátul. Ezt a részt például nem írja a nap. Még el kell mondanom a rendkedvére, hogy nem megyünk fel teljesen a tetőre. Az eredeti tervemet ugyanis egy kicsit megmódosítottam még otthon. A Pannon hágója az Kozmásznál van, és ezt inkább holnap húzzuk majd be üres biciklivel. Ez egy ilyen külön program lesz. Ebben az esetben viszont a mostani szerpentin jóval rövidebb. Ebből fél úton egy olyan 800 környék, ugye mondtam, ha az egészet csináltuk volna, meg az 1400 lett volna, és az 17 kilométer. Erről lennének statisztikai adataim. Ez meg úgy körülbelül a fele sincs. Hát felétől azért inkább kicsit több, hogyha számotokban nézzük. És ráadásul az nem is sima lenne, hanem jó puklival, itt kicsit visszább is kellene mennünk Gerakiba. Akkor déli irányból nyomnánk föl a Pannonász gerincre. Így meg majd keletről fogunk. Hát onnan sem könnyebb, de mindenképpen rövidebb. Mikor mondtam Mészinek, akkor majd kibújt a bőréből örömében. Bevallom őszintén, hogy én egyszer megpróbáltam örömben kibújni a bőrömből, de nem tudom, hogy technikailag hogy kell. Erről majd valaki világosítson már fel. A fejemen keresztül kell lehúzni a bőrömet, vagy pedig így nem tudom, késsel le kell fejteni itt lábnál, és akkor úgy valahogy kifordítani, és akkor úgy valahogy kibújni. Nagyon kell örülni, és akkor úgy egyszerűbb, mert akkor úgy jobban elválik a bőr a hústól. Fene tudja. Nem igazán értem. Majd valaki esetleg egy kommentbe írja már meg.
Nyílik a kilátás a felső régióba, egyre jobban, és hát visszafelé is. Kettem benne, hogy Okeánóban még belátunk, esetleg fentebbről, de lehet, hogy nem. De viszont a keleti oldalról a Régei tenger szépen kukucskál, illetve ha pontos akarunk lenni, akkor a Mirtún tenger. 8,3, 8-tól azért nem megy feljebb, de azért sokszor szisztematikusan tartja, főleg a kanyarokban. Pannonhegység. Sok mindent nem mondok róla, mert a holnapi napi programunk lesz íme az út fölfelé, viszont hogyha arra tekintünk, akkor megint előkerültek ezek a felhőfoszlányok, amik egészen lent vannak, és nagyon gyorsan húzódnak fölfelé a tenger felől. Úgyhogy ebből még bármi lehet. Pannonhegységben egyébként nagyon sok endemikus faj van. Most nem is olyan régen felfedeztek egy addig nem látott patkányférét itt a környéken. Nem tudom, hogy összefügg-e azzal, hogy Justin Bieber éppen pont akkor nyaralt itt. Na, most már én nehezebben kapok levegőt. Most erősített 9 és 10. A tűző napon tolni se élvezetes. Gondolom, hogy ezzel mindenki tisztában van. 32. Az útvonal követő szerint 3,6 km múlva jön majd valami. Érdekes a szintemelkedés. Ez egy elég jelentős visszagurulás, de az nagyon durva lesz. Ezt nem nagyon tudom hova tenni, vagy nem logikus így a tájat nézve, ha meglátjuk. Az útvonal vezetése egyébként fantasztikus, és mivel nem magas a növényzet, ennek nyilván van pozitív hatása is, mert hogy nagyon jó a kilátás, természetesen árnyék, ebből kifolyólag nincs. És nyílik a táj, egyre romlik az idő, ha a távolba tekintünk, egyre több az alacsony szintű felhőzet. Én még sem tartom kizártnak, hogy bele fogunk menni a felhőbe. Egy oldalról akkor nyilván furcsa kilátásnak, másik oldalról pedig nem biztos, hogy azzal javul a helyzet, hogy a nap nem süt. És a felhőben a páratartalom az bődületesen megnő, és ugye a meleg az marad, szopás az csak tovább fokozódik. A versenyt azt egyelőre még Michelle White vezeti, de neki volt egy kis fória, mert még a napon döglöttem, ő már elindult. Ketten felváltva fújunk a zolajfák alatt, pont annyi árnyék van, amennyibe beférek. Szerintem nem volt természetes a mosolyom. Az előbb előkerült itt két kutya a nagy semmiből, itt lófráltak az úton, hát a célszerszámhoz már nem tudtam oda kapni, de aztán végül kiderült, hogy nem is kellett, mert egymással voltak elfoglalva. Valószínűleg tüzeltek. Az unokahom kutyája is tüzel, kis Pincsi. Muszáj voltam leállítani, mert már az összes tűzifát elégette az udvaron. Lehet kukucskálni, ott egészen lent Okeánóba, mindjárt mondom, 340 méterről, viszont egyre elkeserítőbben jön a felhő. Sajnos hőzivatarokra simán van esély. A 34-35 fok simán kigenerálhatja itt, akkor is, hogyha nincsen front. Itt a keleti oldalon a tenger felől felszálló nedves áramlatok simán összeállhatnak záporra. Kilátás sajnos nem jól van a makiás miatt, viszont azért egy-egy lyukon le lehet tekinteni az öbölbe. Félelmetes. Abszolút fölötte vagyunk a Okeánó öbölnek. Érdekes, hogy ha az utat figyeli az ember, akkor is lehet látni, hogy futnak végig rajta az árnyak. Ilyen idős jelenséggel én még nem találkoztam. Az Alpokban is van ilyen levegőmozgás, felhőmozgás sokszor. Persze ez ott se jó, ez gondolom mindenkinek világos. Tartva megálltam, támasztom a bringával a seggem, mert annyira meredek, hogy nem áll meg. Egyrészt a beach, az egy dolog. És érdemes megnézni, hogy a felhők milyen sebességgel vonulnak befelé. Ott is. Egyébként itt jól látszik már, hogy az öblök hogy jönnek sorba. Egy félsziget, ott a következőből, majd tovább, ott tessék nézni, hogy hogy vágtázik befelé a felhő alsó íves ága. De hogyha mondjuk itt fölnézünk, vagy akár erre is, hát az Isten tudja, mi lesz ebből. Gondolom az mindenkinek világos, hogy
lent a tengerparton. Ezerrel tűz a nap. Csak itt fent tűnik úgy, mint hogyha felhő lenne. Nem. Ott tombol a nyár. Amúgy itt is. Hát kellene tagadni. 34-35 fok továbbra is megvan. Ami inkább problémázok az az, hogy mivel nincs internetünk, ezért nem tudjuk megnézni azt, hogy valójában most mi a helyzet. Egy műholdas felvétel most például jó lenne, hogy mire számíthatunk. Szétnézni a környéken távolabbra is, hogy például itt a Pannon arra befelé, amit a 2000-es hegyek is vannak, hogy ott például mizúj, mert ha ott szakad, akkor előbb-utóbb itt is oboa lesz. Gondolnám, hogy font van, de sose lehet tudni. Már reggel gyanús volt a füllettség miatt. Gumbi, innen fentről úgy tűnik, hogy rendben. Nézzük az elsőt, az is. Ennyi pozitívumát férjen bele. Nézzük mészjátszot. Oké, ott van a tükörben. Helyes. Látszik, hogy erősen változik a táj. Most már fák egyáltalán nincsenek. A makiás cserjés teljesen eluralkodott, még pedig olyannyira, hogy teljesen áthatolhatatlannak tűnik. Sárga virágok, ezek Korzikán is voltak, nagyon illatosak. Nyilván a kamerán keresztül ez nem érződik, de mi azért szippantjuk. 4:30, ebben a másodpercben érjük el a éjszakai hágónknak a magasságát. Még tegnap este szoptuk ki, ma meg ugye lejtőben volt, meg ezért volt a nap első fel ennyire laza. Hát most itt a böjt. Nem különösebben baj, mert én úgy vagyok vele, hogyha valamire rákészülök, például az Alpokban is, akár egy bonnet vagy bármilyen 2000-es hágóra, előre tudom, hogy körülbelül mi várható, nekirugaszkodok, lélekben felkészülök, az akkor onnantól sokkal könnyebben megy. A szopás az akkor van, hogyha hirtelen jönnek, kiszámíthatatlanul az emelkedők. Mi a vége, nem tudjuk, hogy mire készüljünk. Na, ezeket nem csípem. Egyébként lazult, határozottan lazult, lement most 4 alá, és ma fel is kapcsoltam 2-esre. Gerincen megyünk egyébként, tehát ebbe az oldalba is szakadék van. Nem gondolnám, hogy a hágón vagyunk, túl egyszerű lenne. Egy árnyék tej lefetyelésre, de teljesen esélytelen. Akartam még kitérni az előbb, ami nyilván a kamerán keresztül nem jön át, hogy nincsen szél, aminek ilyenkor már rég lenni kellett volna. Mellette mi az ilyenkor már tombolni szokott, legalábbis eddig minden nap ezt csinálta. Most volt egy kis beijesztés. Nagyon kellemes volt, de csak egy beijesztés, már el is állt. Akkor egy rövid pihi, ideje már. Seggen teljesen tropa, ráadásul még mindig fürdőgatyában vagyok. Ezt lehet, hogy cserélni kéne, majd meglátjuk. Most viszont ivászat következik. Mondjuk úgy, hogy egyfajta útszéli kocsma, ahol tejet szolgálnak fel. Helyzet? Oké. Az előbb volt itt egy ilyen kép lehajítva. De gyakorlatilag csak egy keret, és akkor most eszembe jutott valami. Haver mutatja, hogy kapott az asszonytól ajándékot. Egy ilyen bekeretezett kép volt, és egy absztrakt táblázolás volt rajta. Én először nem ismertem meg, de ő felvásított róla, hogy az egy ilyen punci. És hogy ő ezt születésnapjára kapta az asszonytól, és az volt ráírva, hogy a világ legügyesebb punci nyalójának. És hogy ő erre milyen rohadtul büszke volt, megvan-e az a szituáció? Neked is mondom, Mészi. Hogy ugyanez fordítva. Csináltatunk egy keretet, mondjuk egy jó nagy bránerrel, és akkor ajándékban az asszony megkapja. És mondjuk ez a szöveg, hogy a világ legnagyobb faszopója. Milyen lenne a reakció? Vajon ugyanilyen lenne a reakció? Érdemes lenne utána gondolni. Nem vagyok nagy ásványvízivó, Mészi állandóan azt veszi. Ez a vikosz. Vikosz fordítsa? Rajta van normális nyelven is? Rajta. Igen, tehát vikosz. Tehát a B-t azt ugye V-nek mondják a görögben. Ez én úgy tudom, hogy otthon is van. Én legalábbis ezt nem innen ismerem. De valószínűleg görög. Ezek a havas csúcsok, ezek idélenek Görögországból pedig. Hát különben csak megsugom neked, hogy Görögországban vannak havas csúcsok. Hát a Pindrosz például. A Pindrosz gerinc ugye a Dinaridák folytatása, ami jön át Albániából, meg Macedóniából. Ott simán vannak havas csúcsok, és még nyáron is. Ugye most nagyon délen vagyunk, de egyébként a Taigetos és a Pannonon is van még ilyenkor hó.
Csak hát most meleg van. Még egy gyors fotó így mézről. Szerintem rendben lesz. Állj be, de ne úgy, mint egy gránitból készült fagyott kutyaláb. Normálisan. Na, ez így jó. Most látjuk az utat keresztbe. És véletlenül vettük észre. Jött itt két darab lakóautó. Ott szembe, a másik oldalon. Két német nyugdíjasok vezették. Hát persze élik az életüket, milyen jól teszik. Tízszer akkor a nyugdíjjal, mint amit én valaha is kereshetnék. Járják Európa különböző tájátok, miért maradnának otthon. Szóval a baj az, hogy itt most csinálunk egy ívet, még pedig most balra, és utána pedig arra befelé, de ugye ott van, gyakorlatilag már tök sötét. Hát, jó, rendben van, eddig meleg volt. Most az, hogy feltámadt a szél, már a hőérzet is úgy csökkent. Most ráadásul meg még be is gyorsultam, tehát most meg már úgy, azt nem mondom még, hogy fázok, de egyértelmű, hogy most már azért úgy nincs annyira melegem. A nagyobbik baj pedig jól látszik, hogy most megindultunk lefelé. Tehát, hogyha a másik oldalon fölmegyünk, akkor az megint egy szopacs. Nem baj. Erről szól az egész. Bár a kilométer óra még mindig 33-at mutat, most hirtelen körülbelül 10 fokot esett a hőmérséklet. Itt figyelek leizzadva, egy szájújatlan póló. Nyilván, ha jön a mászás, akkor ez nem baj, már pedig jönni fog, még pedig ott balra fönt. Mutatom, hogy megkerültük a teljesen belső kanyonvölgyet. Olyan, mintha a táj semmit sem változna, folyamatosan és tartósan 6 és 8 között emelkedik, egy perc üres járat nincs, és a háttérben pedig már a magas parnon az sziklái néha kikandikálnak a felhőből. A tekintés látszik, ott keresztben az a sziklás fal, azt kerültük meg ezelőtt körülbelül egy olyan egy órája, azóta egyfajtában jövünk föl. Közben átvergődtem már fürdőgatyából bringásba. Sajnos a seggem nincsen különösebben jó állapotban. A vágatok, már úgy értem, hogy a betét van, ott teljesen ki van sebesedve. Bringaüléstől, mert az eddig is volt, hanem sikerült szerintem valamibe beleülnöm, ami feldagasztotta ott. Itt van a semmi közepén egy lóca. Egy kis, illetve nem egy, hanem kb. 4 vagy 5 csemetefával. Nem tudom, ki tette ide, miért tette ide, de a legjobbkor. Eszeltlő ez a kis szellőcske. 25-nél most már nincs több. Ott egészen hátul még, abban a pontban egy nagyon picit látszik a tenger, de már tényleg eljöttünk. Tengerre kilátás szerintem egy jó ideig nem lesz. Itt húzódik felfelé különben egy kanyon, ott talán lehet látni, nem tudom, hogy kimegyünk-e a peremére, engem érdekelne. És ott szemben megint látok egy utat, nagyon remélem, hogy az nem a miénk lesz. Hát, ha itt már becsatlakozunk majd valami főútba, ugyanis a Parnonasztak a főgerincén úgy tudom, hogy jön valami belső út. Ami majd mi tovább megyünk le Unidióba, egyébként ott lehet látni végig a miénket. Mert magasabban voltunk, tehát itt volt egy ilyen le, és utána föl. Ez az egész táj különben, ez erről szól. Napokig lehet itt így keringeni. Semmi nem tart örökké. Amúgy fél egy van. 2 órája mászunk. Gyerekek. Itt már a vaknak is visszajön a hallása. Jön a falu, megvan a fogadóbizottság kutya, szerencsére meg van kötve. Igazán hiányozna most egy verseny. Pigadi lesz, arra tippelünk. Említettem lent, hogy Roki János valójában csak egy kikötő részleg, és hogy Pigadi falu alsó tagozata, mondjuk úgy. Ez most az. Tehát ez mindenképpen valamiféle falu. Igen, és akkor itt ez meg is magyarázza a visszafordulót. Igen, nyakba teberbe vagyunk. Egyébként 650-en. Hát, hogy lesz-e kút, vagy bármi folyadék, nem tudom. Igen, különben egy természeti látványosságról is híres, Leónió. Ez oké. Okay. Jó. Itt van a környéken Görögország legmélyebb zsombolya.
kiszáradt szökőkút itt mellettünk. Fent pedig egy székes egyház, ortodox természetesen. Itt a templom. És bingások vannak látottáron. És pedig kettő darab. Hi! Hello! This is the normal. Yeah. That is electric. Where you come from? Leonido. Yes. Leonido. Where are you going? To Leonido? Yeah. It's going down from here. From here yes. is more or less going down. Where are you going? This is our... We will return to Leonido. Yeah. Down the bay. Fokianos Bay. It's very good, very beautiful. Yeah. We come from up, yeah. But it's very tough, very tough. Yeah. But electric is not really problem. Run to the cross, the right way, the right way. The left way and across the canyon. The left way goes along the mountain, also to Leonidi, but then you can take a right turn to Placas. Yeah. Which one is the canyon? Yeah, I think. Récseltünk egy kicsit a villanyosokkal, németek természetesen. Nem bérelt gépek, szerintem nem is nagyon lehet bérelni, bár azért lehet, hogy lehet, nem tudom. Tehát ezek saját gépek, ezek karavánosok lesznek, nem? Igen. Elmagyarázták körülbelül, hogy akkor mi várható itt lefelé, itt még egy nagyon kicsit majd megyünk föl. És két út van, mondjuk ezt én is tudtam. Lehet menni itt jobbra le, és akkor... egy ilyen nagy szerpentinen le a tengerhez, és akkor úgy be Leonidióba. A másik pedig egy kanyonon megy keresztül, az a baloldali út. Nem ismernek, azok tudják, hogy melyiket fogom választani. Nyilván a kanyont, tengerem mellett voltunk eleget, meg még majd leszünk is. Szerintük már nem sok, amennyit fel kell menni, de azért Willingerrel könnyebb a nem sok, tehát az nem biztos, hogy azt jelenti, mint nekünk. Igen. Teljesen le voltak külve, kérdezték, hogy a csomag külön, meg a bringa, meg ugye még én is rajta ülök, meg vészről, meg nem is beszélve. Nyilván sok embernek ez elképzelhetetlen. Figyelj már, az a router, amit mutogatott, az mi volt? Valami ilyen speciál vevője, műholdas? Hát, vagy valami ilyen, hasonló, műholdas, mi? Műholdas, igen. Aha, mert hogy nincsen térerő, és ők hoztak magukkal ilyet? Igen. Műholdas. 300 erregő. 20 km a hatótávolsága. Nem nagy tejfogla, egy marokba elfér, de súlya azért van. A súlytól nálunk már csak a térfogat a fontosabb tényező. Mondjam észre, hogy mi vagy, ha ezeknek lemerül a villambingájuk. Semmi. Kiszámolják pontosan. Egyik úton följöttek, másik oldal vissza. Ha nincs áram, akkor végig. Semmi edzettség. Az ide kevés. Nézzük a kálgyót. Nem kicsi. Ja, ilyesmi mehettem én is át. Amigdala. Hát, hogy a hercegnő hol van, azt nem biztos, hogy tudom. Viszont azt, hogy a vizem hol van, azt pontosan tudom. Ezt adták a kávéhoz. Akkor jéghideg volt. Most már tűzforró. Szélsavat a görög nem ismeri, vagy legalábbis vízben nem. Viszont folyadék, lezúgatjuk. Itt még van nekem kettő, illetve itt fent még van egy bontatlan. Cipeljük a folyadékokat, és már mindjárt Leonidio, de biztos, ami biztos. Inkább legyen túltározva, mint hogy ne legyen. Egy minimális jó hír van az, hogy ez az alacsony felhős szutyok, ez most eltűnt. Helyette viszont Leonidio fölött megjelentek a bodros felhők. Itt talán majd most lehet látni. Na, azok már gázosabbak, ha esőről van szó. Nem szűnt meg az emelkedés. Ott egy 500-as visszagurulás, most újra 6.37-nél járunk és mászunk. Iszonyat a meleg. Azt tudtad egyébként, hogy a spártaiaknál a túlélés az egy tantárgy volt, tehát iskolába tanították. Tehát, hogy vizsgázni is kellett belőle. De akkor jön a furfangos kérés. Mi van akkor, ha valaki megbukott? Ugye túlélés tantárgyról beszélünk. Akkor hogy ment a pótvizsga? Hát ez meghalt. Akkor ez csak ilyen egyszeri próbálkozós vizsga, mi? Igen. Ott nincs visszatapolás. Ja. Az őre fiam kettes, az itt nem működik. Haladunk. 664-en egyre jobban sivatagosodik a táj. Már úgy értem, hogy a zöld az megvan. Sőt, kimondottan ilyen üdébb zöld lett, mint eddig. Viszont tiszta kő most már minden. Ott hátul pedig szerintem már a Vöröshegységnek a szirtjei láthatók. Holnapi program. Mutat egy kis lejtmenetet, de nem sokáig. Hogy tetszett mondani?
belendülni. Itt van mellettünk ez a Kúphegy, úgy tudom, hogy ez szent hegy. Ennek a másik oldalán van a tenger. Beszakadt gyakorlatilag a vízbe, másik oldalán a sziklafal. Szóval van egy olyan gyanú, hogy ezt nem fogjuk látni. Akkor látnánk, hogyha kimásznánk itt valahol, de arra én most nem valószínű, hogy vállalkozó leszek. Mikor a parton voltunk, látta mindenki, hogy a madárhegység hogy néz ki a tenger felől. Na hát most akkor azt lehet látni, hogy hogy néz ki belülről. Így se gyengébb, már hogy domborzatilag, de semmiképpen nem annyira vészes. Sajnos ez megint csak egy visszagurulás lesz, utána újra mászás. Az igazi lejtő egyelőre még nem következik, bár-bár az előbb látszott a kanyar. Percben megérkeztünk. Á, nézzünk ki először, jó? Jó, kérem szépen, két dolgot fogok csinálni. Először is megnézzük a mai napot térképen, mert hogy az eddig még kimaradt. Utána pedig majd kukkantunk egyet a mélybe. Érdekesnek néz ki. Napfrió nekünk nem kell, hanem lejövünk, megmondom, hogy hova. Kapszala. Ugye innen indultunk. Ezt már mutattam délelőtt. Legurulás kész Fokiánó. Itt élvezködtünk frappé, stb. És akkor gyakorlatilag innen jött a hágómászás. 2 km, 9 km Pigadi. Utána Amidal a hercegnő. És akkor itt most gurultunk végig a gerincen. Ugye ez még mindig a Madárának az ilyen északi előhegye. Jelen pillanatban itt vagyunk, Pigudit már elhagytuk. Nem, bocsánat, pont ott vagyunk, tehát kereszteződésben. Itt úgy tűnik, hogy csak két romház van, és akkor ennyi. És akkor itt lehet két felé menni. Lenne egyszer ez, lemindi Politrára, ez lent van a mélyben. Ugye ez a szintkülönbség, ez ugyanaz, mint ez a szintkülönbség. Tehát azért ez 600 méter, tehát igencsak durva. Mindjárt megnézzük, hogy ez mit jelent a valóságban. Mi viszont ezt az oldalt fogjuk választani, itt látszak a kilátópontok, majd megmondom, hogy ezek pontosan micsodák, és itt pedig ez egy kanyon, a végén pedig egy ilyen kis minisztervióval. A cél természetesen Leonidio, erről már beszéltünk, és utána ide ki a Placca Beach-re. Itt van egy kemping, azt akarjuk most belőni. Időben különben nem állunk rosszul, 1:30, gyanúsan jól állunk, nem is értem, hogy miért, főleg, hogyha itt majd most gurulás jön, nem baj az, ha jobban állunk, az sose probléma. Tehát megnézzük Politrát, illetve a Politra Beach-et. Sajnos az a baj, hogy nem látok jó kilátópontot. A háznak a terasza, az akár még jó is lehetne. Ugyanis itt most döntést kell hozni, hogy hogyan tovább, merre tovább. Jó kérdés, hogy van-e feljárat. Úgy néz ki, hogy oké. Akár kempingezést is lehet. Hát ezért a panorámáért nagy valószínűséggel megérte. Egyébként ott vannak a bringák. Ugrani most nem fogok, erre ne számítson senki. Viszont nézelődni igen. Hát ez is itt van, az óriási nagy hegy. Ez a vörös hegység, Red Hills, most itt kezdődik. Ez egyelőre még nem annyira vörös, de majd a másik oldalon, Leonidiói oldalon majd lehet látni. Több kanyonrendszer is van itt, arra ezekről majd később. Nézzünk le akkor lentre. Pulitra, úgy hívják a helyet. Íme. Ott a beach. Ott kezdődik a beach, talán így mondanám, és ott egészen végig hosszasan tart, egészen odáig. És ott van keresztben az a nagy félsziget. Na most, mi ugye lent voltunk a Fokiánóban, ami mögött van. De mivel itt keresztül nincsen átjárás, azért fel kell jönni a hegytetőre. Ezt mondtam tegnap, hogy az Árkádiai régió az nem akarja, hogy a beach-ek össze legyenek alul kötve, mert akkor nem jön ide fel a felső faluban senki. Emiatt ellenezték az útnak a megépítését, de hát végül megcsinálták az utat, úgyhogy mi is kipróbáltuk, úgyhogy ezzel nem volt gond. Akkor még rájközelít is magára a tengerre, szerintem a színe az magáért beszél. És akkor most jönne az, hogy itt egy szerpentin, amit éppen pont nem látni, lekacsáznánk oda, és akkor ott szépen már Leonidióba, azon az úton be lehetne menni. Ugye ez az A verzió, de mivel eleget mentünk most a
partmenti úton, és ráadásul még az nem jelent semmit, hogy a partmenti úton megy, mert ott is be lehet szívni. Ezért úgy döntöttem, hogy a másik utat választjuk, amit kicsit ívbe most még itt felmegy, itt még lesz egy falut is, azt hiszem talán. Utána szépen megy szerpentinnel a kanyon oldalába, ugye az már Red Hillnek az oldala, szerintem valószínűleg ennek a másik oldala, ott megyünk le Leonidióba. Szerintem az érdekesebbnek ígérkezik. Persze az jól látszik, hogy itt azért rossz választás nincs. Még egy érdekesség, hogy a felhők fölött vagyunk jelen pillanatban, tehát például ott az. Eső nem néz ki. Sajnos a nagyon erős pára miatt a Szóriuni szigetek nem láthatók, pedig itt azért már nagyon szép panorámának kell lenni. Talán holnap. Mert egyébként holnap ettől sokkal feljebb megyünk. Csak az a baj, hogy hát nem hiszem, hogy holnap ettől jobb idő lesz, sőt, tehát tegnap előtt néztünk időjárást. Holnap sajnos még ettől is szarabaton. Most már nem sokára lesz térerő, aztán majd tisztában látunk. Amilyen hülye vagyok, fényképen nem csináltam. Mindegy. Mizuics! Narit állalva? Ej, ez igen. Remélem, átjön a kamerán a színe. Á, isteni. Ha nem menne lopott, nem is kéne. Na akkor, ahelyett, hogy gurultunk volna, még mászunk tovább. Hát kevés ilyen nem normális van. Remélem, jó választás lesz. Milyen jó fotótéma, hogy mész. Itt a kék póló, és a zöld, meg ez a sárga. Aha. Nagyon szép most még minden. El tudtad képzelni, hogy mondjuk egy fél hónap múlva ez hogy fog kinézni? Szarrá égve! Nagyon érdekes, hogy a nyugati part, illetve Spárta környéke teljesen más volt, mint nem is. Ugye ez a kontinensen lettünk volna. Itt minden zöld. Arnonász, mint említettem, keleti oldala, az Igei-tengeri oldal, az ennyire szép zöld, és ott, hogyha arra elfigyelünk, akkor ott a Madara-hegységnek a partmenti lánca látszik. Tudod, hogy hágómászás közben sose káromkodj? Megmondjam, hogy miért? Mert az izmaidban, ha a DNS meghallja, akkor azonnal elgörbül. Nem tudsz tekerni. Ez nagyon fontos. Az EZO TV-n hallottam, és én hiszek nekik, a valódi hírforrás. Tövétől nagyobb panasz butítást az ember régen látott, ez biztos. Azért senki nem veszi komolyan, amiket mondok. És egy távok vannak itt Peloponnészoszon. És ugye most csak a déli részét járjuk be, egy kis csücskét, és mégis. Hogyha meg úgy vesszük, akkor Peloponnészosz nem olyan nagyon nagy. 21.500 négyzetkilométer. Most, hogyha szigetként hasonlítjuk mondjuk össze a mediterrán szigetekkel, még akkor se az első, hanem csak azt hiszem talán a harmadik, Szicília, és Szardínia mindenképpen megelőzi. Szicília talán az első 25.000 környékével, Szardínia meg talán 23.000, így valahogy. Tehát hogyha így veszük, akkor Magyarországnak mondjuk úgy nagyjából az egy tizede, vagy csak huszada, igen. Tehát csak alig pár megye, de akkor is. Domborzata miatt elképesztően szivatós, akik jól figyeltek a korzikai túránkon, ott ugyanezt mondtam. Az a sziget, még ennek is jóval a töredéke, és ott egy 8 napos túrát rittyentettünk, épp hogy csak be tudtuk járni az egyharmadát. Mondjuk össze-vissza mentünk, mint az ökörhúgyozás, és mondjuk ez most is igaz. Ott a ház, ahol az előbb kitekintettünk, ugye ott jött ki egyedül ez az út a peremre. Most itt még átmászunk egy kisebb fajta hágot, és utána már szerintem ott lehet látni, hogy a szerpentint csináljuk. Megyünk lefelé. Akkor ha már statisztikázunk, akkor még egy érdekes számadat Peloponnészosszal kapcsolatban. Terület körülbelül a 20% országhoz képest, de a lakosság 650.000 fő. Tehát a magyarországihoz képest viszonyítva 6,5%. Magyarul, hogy rohadtul ritkán lakott, és ezt mondjuk most meg is tapasztaltuk. Ráadásul a lakosság 98%-a a partmenti 2 kilométeres sávban lakik. Belső régió gyakorlatilag lakatlan. Úgy néz ki, hogy megvolt a hágó 666-on, és már határozottan megyünk lefelé. Még lesz majd egy falu,
Igen, már látszik is. Jövök. Azt hiszem talán, hogy Tristana, vagy valami hasonló, már nem rémlik pontosan a térképről. És még ezt erre a gerincre hívnám itt fel a figyelmet jobbra. Látszott a térképen, hogy van két kilátópont ennek a másik oldalán. A másik oldalán ugyanis ennek ilyen nagy sziklás leszakadás. Na most próbáltam nézni, hogy lehetne oda feljutni, ha esetleg úgy alakul kinézni. Hát először is itt van 150 méter szint. Hát azt totál el kell felejteni. Itt kellett volna fölmenni. Tehát abszolút tolós. A másik pedig, hogy az valójában kettő darab kolostor, ilyen remete kolostor. Nem is biztos, hogy beengednek az udvarára, tehát onnantól meg akkor lehet, hogy kidobjuk az időt, meg az energiát. Rohadt nagy szél van, tenger felől, itt a másik feljárat. Tettó ugyanaz. Egyébként, ami látszik még, hogy a falu után még lesz egy kis pukli, és utána pedig következik a kanyon, most már egyértelműen látszik. De előzőleg még Szerpentin lefelé. Pálya, nézd csak! Ezt nézd meg! Hú, ez Viktor meglátja a gyerekek, baj lesz! És filmezek, mert a végén még felépíti nekik. A másodpercben belekezdtünk a lejtmenetbe. Mindjárt egy pillantás a kanyonba. Az jól látszik, hogy gyengúsz nem lesz. Ott tessék figyelni azt a kék ruhást. Halad szépen lefelé. Szerpentén, és akkor majd onnan lesz izgalmas, ívesen. Red kanyon, hosszasan fordul, az a végén pedig majd lesz egy szerpentén. 600 méter szint különbség. Természetesen pár helyen majd megállunk fotózni is. Na van egy olyan gyanú, most húztam ki magammal, mert ez 20-tál többel nem fog itt lefelé menni. Tehát előzetes infóim szerint Trisilla kanyon. Az út karakterisztikája pedig úgy néz ki, hogy fent pár szerpentin, utána pedig hosszasan kanyonjárat, majd az alján újra pár szerpentin. A Volve Auxot viszont valahol nekem be kell előznöm. Úgy fordult itt meg, hogy Y-ozott, nem tudta bevenni. Kíváncsi vagyok rá, hogy akkor most mi lesz, hogy lesz, valószínűleg most is ugyanaz. Nem, ez most beveszi. Izgis, de én azért szívesen elmennék valahogy mellette. Aha. Irány lefelé. Sajnos az a baj, hogyha meg kell állnom fotózni, akkor megint becsúszik. Márpedig, hogyha jó a hely, akkor meg fogok állni fotózni. Pedig jó a hely. Gondoltam, hogy ezt kell választani a másik helyet. Persze csípem a szerpentineket is, én aláírom, de azért ez jó. Durva egyébként, 8,5%. Mészi már a kanyon másik oldalán, jó mély, igazi klasszik száraz kanyon, és itt alattuk pedig, ha jól láttam, van egy vár. Vagy legalábbis valamiféle fal van ott, igen. Aha, új, milyen jó kis Grand Canyon itt közvetlenül. Pillanatra megállok. Gyorsan egy betekintés. Azt mondtam ott, olyan várfalaknak néznek ki, de elébb fordulhat, hogy csak egyébként ennek lehet valami alsó tagozata, és itt forog a víz. Már amikor? A teljes szakasz 10 km, és hát az a másik oldal meg, hú, teljesen olyan, mintha mesterséges lenne, mintha azt faragták volna. Pedig nem valószínű. Red Hill, vörös hegység, ugye említettem, és szerintem most már azért úgy adja a vörös színeket mindenképpen is a másik oldalon is. Ilyen vörös kanyonból egyébként, itt Leónia környékén úgy tudom talán, hogy van vagy 10, és már holnap is leszünk kettőben,
Hát az igen. Van mélység, én nem is tudom, lehet vagy 200 méter, 300, legalább. És az út is lendül be, 10% jelen pillanatban, csak nem engedem, hogy menjen. Még mindig a felhők fölött vagyunk, jól látni. Ajajajaj, nincs ennek vége. Egy fotót mindenképpen megér, a másik kamerával is. Csak hogy világos legyen, a program. Ott végig. Ott közelítek. Tessék. Nem rossz, sziklába vájt út. Fotó, fotó, ami belefér. Lehet, hogy át kellett volna állítom széles látószögre. És az út is milyen jó minőségű. Előttünk a kék tenger, és most már Leonidio is látszik. Újabb fotópozíció. Most már látjuk a Daphnon deltát. Leonidio a város, az kicsit fentebb van itt, az még innen nem, az majd gondolom onnan a sarokból lehet látni. És látszik az útnak a karakterisztikája, ott véglevegy, utána visszajön. Tehát onnan jön majd egy ilyen kisebb fajta szerpentin, és az pedig ott nem más, mint az eggplant földek. Tehát a padlizsán földek. Én úgy tudom, hogy Leonidio a padlizsán ültetvényeiről híresek, és a maga a fő étel, a tradicionális étel itt a padlizsán. Úgyhogy még nem kizárt, hogy majd ki is próbáljuk. De amit mutatni akartam, amiért megálltam, az. Úgy hívják, hogy hot rock, ez egy ülő alakú hegy, és megy fel egy szerpentin a tetejére. Na, azt kimászni, az egy jó kis program lenne. Majd rákérdezek mindjárt Mészire, hogy lesz-e kedve hozzá, akár még ma délután. Most mérem le, hogy természetesen a mosolya. Nagyon úgy tűnik, hogy nem. Ma délután. Pattannunk kell, mert jön a Volveux. Na most már látszik a város is. Picit lejjebb megyünk, hogy a Volvo ne érjen utol. És akkor majd egy újabb fotó. Szerintem annál rendben is leszünk. Most már nagyon erős a lejtési szög. 8 és 10 között. Na innen. Nézzük akkor. Szerpentin és Leonidio. Egy ráközelítés. Nem kicsi a hely, és ezek szerint az ülőhegyet eltévesztettem, mert nem az, hanem ami ott van. A hot rock. És a szerpentin, amivel megfenyegetőztem, az is látszik. Talán. Igen. Igaz? Szabad szemmel látni, de elég nagy a pára. Majd meglátjuk. Két fotóra van idő. Mert jön a teherautó. Á, francba! Ez olyan, mint a Párbaj. Nem tudom, meg volt az a film. Spielbergnek az első film, 1971-ből Dual. Állod, a menekült a fickó egy ilyen kamion elől. Az Istennek nem bírta lerázni. Néha, amikor ment az emelkedő, akkor megpróbált Ford szerezni, de aztán utána csak utolért. A végén már lögdöste. Nem volt rossz film, az ilyeneket nagyon csípem. Aztán végül persze az se derült ki, hogy mi volt az egésznek az oka. Tehát ilyen értelmetlen volt az egész.
De az jó, amikor tartja az emberbe a feszültséget a történet. 10%! Nocsak! Ez az én világom, főleg ha lefelé van. Küldjük meg! Azért ez már erősen határeset lefelé is. Mindkét fékkel hozzá, de semmi probléma. Visszafelé is vissza kéne lesinteni egy másodpercet. Ide már kell fék, még mindig nem dumáltam a fékről. Nézzünk föl, talán látszik. Hú, gyerekek, és még mindig van lefelé. Ott. Szemezek az a levő szerpentinnel. Brutálisnak tűnik. A délelőtti, inkább úgy mondanám, hogy az egész napos mászásuknak megvan a jutalma, kár lenne tagadni. Ezért megérte, ott tessek figyelni, ha ott kellene visszamászni, majd talán innen, ott. 10-13% szinte végig, brutális. Csak dupla fékkel megy. És akkor még azt mondják, hogy az Alpokba menjünk. Hát tessék! Olyan Isten háta mögötti helyek vannak Európában is, amik rohadtul ütősek, hogy nem is gondolná az ember. Le jól fognak ezek a fékek. Megdöbbentő, hogy milyen helyen jöttünk le. Nem győzök borzadni. Nem tudom, a kamera mit ad ebből vissza. Egyáltalán visszaad-e valamit? Egyáltalán vette valamit, azt se tudom. Csipogásból ítélve talán működött. Mindezt majd csak otthon derül ki. És ugye az volt az izgis, ahonnan lejöttünk, de ilyenkor az ember már a következő feladatra koncentrál, az pedig az. És ebben a pillanatban megérkeztünk a főutcára. Mindentől túl sok dolgunk nincs, sportfeladat megvolt. Le a tengerpartra, be a kempingbe. A Dafton Deltában 2 beach van. Plakka. És hirtelen most meg nem mondom, hogy mi a másik. Nekünk a Plakka kell. Az eggplantot mindenképpen ki kéne próbálni. Helyi specialitást. A padlizsánt különben leginkább csak krémnek ismerek. Egyéb más mód is el lehet készíteni. Egyelőre nem futunk előre. Bejelentkezünk a kempingbe, aztán utána programterv ismertetés következik. Erre a hegyrét fölöttünk, még végig. Tisztára, mint az Alpok, nem? Nézd meg! Bődület mekkorák! Zemeli kemping, célhoz értünk. A engedélyt, hogy szétnézzek. Azzal kezdtük, ha megláttam a bringákat, hogy honnan jövünk. Mondtam, hogy fog kiállnom, mondom. Azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott. Na, hát úgy látom, hogy az alkókocsi is részleg, úgyhogy ezt akkor felejtsük el. Mondom őszintén, hogy ha már itt maradunk, és most nagyon néz ki, hogy 2 napra, mindenképpen jó lenne például egy olyan nézni, ami árnyékos első körben. Jó, hogyha közel van például a zuhanyzó,
a kajálóhely. Meglepően jó kis hely ez. Talán még ettől is fontosabb. A beach. Na, itt már nagyobb a nyüzsi. Ez lett itt az első osztály. Nem is csodálom, hogy itt a beach. Hú, gyerekek! A full homok! Ameddig a szemem lát. Hú, arra is. Tiszta Karib-tenger. Vannak hullámok is. A hotrognak a szerpentinében azért csak részben viccelődtem, tehát azért megfordult a fejembe, hogy hát, ha mégis. Viszont így elnézve ezt a partot, lehet, hogy itt ilyen szállás lesz a délután folyamán. Majd meglátjuk. Akkor intézzük a bejelentkezést, közben mutatom, hogy óriási kempingről van szó. Itt a beach, és most azon gondolkozunk, reception, hogy melyik rész lenne a jó. A beachhez közel nyilván a fürdés szempontból jó lenne, viszont itt sokan vannak. Ha beljebb jövünk, alig van valaki, és ott van árnyék. És nekünk, mivel két napra megyünk, és a pakokban meg ott van mindig az otthoni kaja, nagyon nem mindegy. Nézzük, azt mondja, hogy 4.50, ez megy két felé, és akkor itt van még nekünk egy tentünk, az csak egy felé, az szintén 4.50, és próbálom nézni, hogy adó van-e. Nem látok adót. Látsz adót? Nincs adó, ez mi? Ja, az mosógép. Jó, az nem kell, és elektromos sem kell. Figyelj már, hát ez rohadt olcsó megúsz. Az... És ez is csak a fele, ugye, hogyha igen, szétosszuk. Történt a bejelentkezés, viszont ezt meg kell mutatnom. Ezek most jöttek. Első körben azt hittem, hogy itt valami matuzsálemmel hoztak vizet. Aztán kiderült, hogy ugye ez német rendszámú, és ez expedíciós gép, tehát ez katonai volt, nem? Eredetileg. Hát ilyennel járnak. Újabban a németek, gondolom, kimustrálták ezeket, megvették, lepukkant állapotba, felújították, és akkor... Nem volt ezzel lepukkant állapotba szerintem. Hát nincs lepukkant állapotba, de azért 50-60 éves, tehát ezt karba kellett tartani. Na, kaptunk egy ilyen levonóst, olyan kobrankó matrica-szerűség. Nem tudom mégis mit gondoltak, hogy mit csináljak, hogy ragasszam fel a bringára, hogy fene tudja. Nálam az erősen ellenszolgáltatással jár, hogyha én valamit felragasztok a bringámra. Körbejártam már, de tartok egy idegen vezetést Mészinek, hogy ő is nyugodtan válaszol. Itt vannak, nézd csak, ezek lennének a kis sátorhelyek. De a karavánhelyek jobbak szerintem. Azok majd ott bent vannak, mert azok árnyékosabb. Illetve még itt a mosdó részleg, nézd csak, itt közvetlenül mellettünk. Itt van kajálóhely is, és én arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha itt futnánk egy kört, és akkor majd ott. Az nagyon fontos, hogy tuti árnyék legyen. Például szóba jöhet ez, és csak, vagy szóba jöhet ez, és vagy szóba jöhet ez. Áll a sátor, gyakorlatilag minden kritériumnak megfelel, árnyék, eldugott hely, meg egyéb más, és akkor van térerő, nézzük a holnapi napot. Ajaj, ez már nem eléggé jó, de be kéne írni, hogy Leonidio, vagy Kozmasz. Sajnos ez eléggé nagy gáz. 15 órától 45%, 60%, 1-2-3 mm, azért ez komoly, és ugye ez a tengerpart, és mindjárt megnézzük még, hogy mi van fent. Nézzük csak a többit, a csütörtök, és utána meg folyamatosan. Hú, az Isten! Féltek, itt gond lesz. Ez valami ciklon lesz, ez szinte egész biztos, de közben a hőmérséklet meg marad magas. Most megnéztük, ami a hegyen van, hát az óriási gáz. Tehát az 72%, sőt, itt hogyha megnézzük, akkor 99%. És vihar, ez elég durva. Filmezárás következik adatok tekintetében. 42,8, és akkor nézzünk egy szintet, 8,81, ez kihúzva. Sátrakat mutattam, hogy áll, viszont ami jól látszik, hogy nem málháztunk le. Ugyanis helyzet van. Mégpedig eléggé katasztrofális, sokszor mondtam már ezt, de most tényleg nagyon úgy néz. Itt vannak a németek szembe abban a lakó buszba, akikkel találkoztunk fent a tetőn. Most bekérezkedtem hozzá, hogy egy kicsit tüzetesebben átnéztük az időjárást a laptopon. Hát ami jön, az a legdurvább apoptúráinkat idézi, mármint negatív értelemben.
Ezért most jelen pillanatban az utóbbi egy órában gyakorlatilag az történt, hogy átírtuk a tervet. Mégpedig nem a legjobb forgatókönyv szerint, konkrétan a legeslegrövidebb úton haza. Ugyanis egy ciklón jön, és ugye délőtt említettem, hogy Stevenek emlékszel írtak Montenegróból, hogy mennek haza, mert nincs jó idő. Hol megyünk ki? Arra. És én meg még úgy ki is következtettem, mert az ilyenekhez értek, hogy akkor nem kizárt, esetleg egy ciklon lehet ott, ami majd valószínűleg ebbe az irányba mozog. És mozog. De nem is akárhogy. Tessék figyelni. Részben már itt is van. Hogy hogyan lesz holnapi nap folyamán, ezt most tegyük egy kicsit átmették zárójelbe. Következik a csopanás, de előtte vers. Kobrankó, Korzikán, csillagoskötös a látvány. Még Napóleon is megirigyelni, infokizmus láttán. Bicikliek, mint hűpariba. Viszi le a partra, nagyon csapan, majd utána kivekszik a napra. A szigeten, mint krúzó, jót tekereg, Kobrankó Zoltán, az erő legyen te veled. Mi az, ami nem stimmel ezzel kapcsolatban? Nem Korzikán vagyunk, ugye? Így van. Na ugyanis, ezt egy rajongó írta nekem, és úgy döntöttem, hogy mert hogy én ezt olyan jónak tartom, kicsit azért gagyi, de legalább rimmelt, hogy én akkor ezt itt elmondom, mert itt a tengerpart. És nagyon úgy néz ki, hogy most már az utolsó tengerpartunk lesz, mint ahogy említettem, erősen át van írva holnaptól a terv, ezért gondoltam, hogy ezt most elsütöm. Na tehát, irány a víz, és reméljük, hogy most már innentől legalább ez a része rendben lesz. Rendben lesz, rendben lesz. De nagyon úgy néz ki, hogy napsütés ügyben már nem. Látszik, hogy a felhő már rátisztett a hegyre, és elfogta a napot. Sőt, hogyha benézünk oda, akkor hát az sem valami nagyon bizalomgerjesztő. Még a hotrokkot azt süti a nap. A tenger viszont ahogy kell olyan. Megdöglöttünk a napon. 12 napon keresztül, hát holnaptól topás. Azért az is elgondolkoztató, hogy rajtuk kívül itt már senki a parton. Lehet, hogy valamit tudnak. Minden. Gyerünk. Az igen. Jó. Megfelel. Jó ez. Kérem, vártuk itt a holnapi napot! Mi a véleményed? Lehet, hogy 2 méteresek is lesznek a hullámok. Hát ez nagyon kellett. Ez nagyon kellett. Attól félek, hogy már ma is lesz eső. Úgyhogy a sátrat egy kicsit meg kell erősíteni, mert csak a slendiánul raktuk föl. Én azért azt gondolom, hogy ez még csak ilyen előfuvallat. Talán. Ha visszanézünk különben dél-nyugat felé, már onnan jöttünk, arra azért jó idő van, de hát ugye a tenger felett mindig kéket szokták mondani, énekelni, van ilyen sláger. Sajnos ez most már nekünk jó ábrán, mert mi abba az irányba nem megyünk. Csak az az elkeserítő, hogy akárhányszor tervezek egy ilyen mediterrán túrát, mindig megszokunk valamivel. Egy ilyen cikló mindig beesik. Picit bejebb megyek, de azért ekkora hurámverésnél már észté kell lenni, nehogy aztán elkezdjen befelé sodorni, mert akkor onnantól gond lesz. Körülbelül nagyjából így ennyi. Plakka Beach ez a rész. Ez egyébként a kempingnek a saját resortja. És akkor ott van körülbelül nagyjából a befolyó azon a részen. A holnap utáni tervet mondanám, ami most már szinte majdnem biztos, hogy meghiúsul, hogy arra ott lehet látni. Ott arra mentünk volna tovább, a Tigani partnak hívják különben, nagyjából a közepén van Tigani a város, a hatalmas beach-el, és Argos, meg nem mondom micsoda rossz, így mentünk volna. Ez körülbelül egy olyan 35 kilométer, végig parton. Ugye ez lett volna a holnap utáni terv, mert holnap a hegyes program lenne. Na most valószínűleg az lesz, hogy a hegyes program pusztán is bevállalnunk, mert megpróbálunk csomagokkal átkelni a Parnonason, ami nagyon durva lesz, de nincs választásunk, mert minél hamarabb el kell érni az autót, mert a ciklon nagyon úgy néz ki, hogy napokig marad. Persze ezt még van időnk rágni, még egyszer mondom, egész délután. A délután persze úgy kell érteni, hogy már mindjárt 5 óra. Egy felvétel még innen a vízből a Hot Rocksra. Tehát a vörös sziklák,
forró sziklák, inkább úgy lehet fordítani, mert ugye a vörös sziklák azok ezen az oldalon voltak, és a Daphné kanyon végig, ami 16 kilométeren keresztül kanyarog, innen nem látni, viszont holnap megcsináljuk, mert ez tervben van. Tehát ez mindenképpen útba fog esni, ha hazafelé megyünk akkor is, hogyha a külön programot jobbjuk akkor is. Elnézést, közben rázott a kamera, túlságosan nagyok a hullámok is dobálnak. Nap lett volna az a rész, hogy körbenézünk Leoninióba, ez egy nagyon jó kis hely különben. Ezt nagy valószínűséggel már a városnézés is kimarad. Most ezután az lesz, hogy azért kajálni azt csak kéne. Nézzük egy tavernát, itt van valahol 2-300 méterre, azt mondták a kempingesek, de kempingen kívül. Kempingen belül meg van minimarket, majd lesz valahogy. Fürdőzés átmenetileg befejezve. Nem tudom, hogy ki hogy van bele, de nekem, ha nem süt a nap, akkor a tenger nem az igaz. Nem bujócska ez. Gyere már elő, megtaláltunk. Hely neve egyébként Zemeli Camping. Zemeli állítólag Dionysosnak az apja volt, és nem Isten, mert ugye Dionysos az csak félisten volt, titán. Tehát akkor gondolom az anyja lehetett Isten, de hát ez csak ilyen tipp. Ez a hely, ez a Placca Beach, ez a Leonidio Dafton Delta, ez arról híres, hogy Dionysoszt, illetve az apját itt vetette partra a tenger fél halott állapotban. A helyi halászok megtalálták őket, elkezdték őket is tápolni, de Zemellit már nem tudták megmenteni, tehát a halandót, ő elpusztult. Dionysoszt viszont sikerült összeeszkábálni olyannyira, hogy aztán utána ő lett a, tán a boristen a Dionysosz, vagy kicsoda? Azt hiszem, hogy igen, meg egyéb más, úgy tudom, hogy van más pozíció is, mert ezek ilyen több állásúak voltak. Az emelit pedig állítólag itt temették el valahol a homokban, és ezért a helyet úgy is hívják, hogy az istenek temetője. Csak azért felettébb érdekes, mert Zemeli volt az egyetlen, aki nem volt isten. De szerintem ezzel ne sokat rúgózzunk. Ott is van egy taverna, szerintem inkább az. A frontszele nagyon megérintette itt a környéket, ugyanis 15 fokkal lehűlt a levegő. Most ez egy dolog, hogy itt a nagyhegy fölött folyamatosan itt pöffed a levegő, de ebből eső szinte biztosan nem lesz. Ellenberger a tenger fölött most is gyönyörű idő van, lakóházszerűségek vannak. Itt van egy kisebb fajta szupermarket, ami ettől talán még fontosabb, hogy tavernának is lenni kell valahol. Legalábbis az útba irányítás szerint van kis patakocska, folyócska. Megvan a Placca Beach kikötője, és akkor ennyi lenne a taverna. Ez ilyen jó kis halas. Figyeled a polipot, milyen aranyos? Rák is van, meg egyéb más. Belelesincsünk az étlapban, nincs messze, ott van. Ez a rész még talán attól is hangulatosabból voltunk. Ugye az a klasszik homok volt, de a bent a tenger az nem volt homokos. És ott pedig a kikötő. Na majd körbenézünk, de akkor első körben nézzük, hogy mi a választék. Árat elfejtettek kidogálni, az nekem már mindig gyanús. Főleg amióta megszopadtak mi. De majd kikérjük mindjárt a normális étlapot. Itt mondja, különben mellettünk az árakat. Váltuk a különlegeséget. Ugye tradicionál, Greek. Na itt vannak az aranyosak. Sorban mindegyik. Most kijött a fickó, és akkor mutogatta nekünk, hogy mi van. Ilyetettünk a múltkor, amire a gatyánk is ráment. Úgyhogy ez a opcióm is kihúzva. És arra kell figyelni, hogy ne kilós árasok legyenek, mert akkor abból lehet baj. De egyébként itt lehet látni, hogy ugye 50 Red Mulet, illetve még itt van ez is. Ezek viszont porciós árak, nézd csak. De hát én szardíniát nem eszek. Ahhoz nem kell a tengerpartra jönni. Igazából nincs választó. És akkor nagyon el még a kalamárit, de az nem valószínű. Oktopusz tegnap ettünk. Hát az lett volna ötve, valami mixtál van, de azt mondta, hogy az most nincs, szezon előtt vagyunk. Mondom a helyzetet, leültünk, mégpedig ide. Kiderült, hogy az egész étterem le van foglalva, azért üres. Gondolom, hogy jön majd valami csoport. De szerintem teljesen rendben van így is a kilátás. Mellettünk a kikötő. Picikét fújt a széllecske, de ki fogjuk bírni, és ebben a másodpercben íme jön a pincér. Kicsit szakadtalak, de jól beszél angolul. Tevékenykednek, én meg közben sandítok itt befelé, hogy esetleg milyen salátát kérünk hozzá. A görög saláták eddig még egész jó voltak, nem? Igen, igen. Úgyhogy azt szerintem azt kérünk, aztán majd meglátjuk, hogy esetleg mi lesz akkor, hogyha a krumpli is belefér-e. Megtörtént a rendelés. Bevállaltuk a különlegességet, a helyi különlegességet. Majd mindjárt elmondom, hogy mi az.
közben mutatom, hogy jó szokás szerint megkaptuk az Ajrax vizet, ami egyébként avravíz, de így sokkal jobban hangzik. Elsőnek nézünk kenyértesztet. Ez elég puhának tűnik. Hát puhának tűnik, de puha is. Már megvan az első jó pont. De a leges-legelső jó pont az a kilátás. Én a körítésre ugyanis nagyon adok. Természetesen nincs csapolcső, jó szokás szerint, most se. A végén tényleg úgy fogunk hazamenni a görögöktől, hogy nem ittunk csapolcsört. Azért ez, hogy mondjam, kicsit csalódás. Hát nincs mit tenni. Egyszerűen szezon előtt vagyunk. Helyette van üveges ásványvíz. Ja. Egy dolgot meg kell, hogy említsek, hogy mellettünk valami olyan elképesztően ilyen intenzív halszak van, nem? Hogy rendesen áramlik felfelé, ami különben nem baj, mert a tengerparton nem gond, hogyha terjengenek az illatok, csak egyetlen egy nagy baj van vele, hogy ugye pont nem halat rendeltünk. És akkor most már ideje lenne rátérni, hogy mi az, amit rendeltünk, úgyhogy akkor nyitom is. Már kiderült szerintem ott is, hogy nem nagy választék van, csak ahol vannak árok, de az árok viszont nem durvák. Tehát simán kibírhatók, itt jól lehet látni 7-8-8, a 12 az lett volna valamiféle bárányszerűség, de azt nem kértünk, ugyanis az a fajta bárány, ami nekem kell, az nincs, és ugye még egyszer mondtam, hogy én báránykóstolót azt majd valamikor csak fent a hegyekbe akarok. Az jó kérdés, hogy sor kerül-e rá, azt nem tudom. Szóval ez. Próbáltam kiolvasni, hát azonnal kijavítottak, tehát pontosan így hazik, Papucakia. Fölötte van a másik, a muszaka. A muszakát szerintem mindenki ismeri. A tradicionális görög étel. Kérdeztem tőlük, mert itt le van írva nagyjából, hogy micsoda. Padlizsán darált hússal, és hogy én úgy tudom, hogy a muszaka is az. És igen, igen, a kettő gyakorlatilag szinte ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy ez a Papucakiát, ez kimondottan itt a környéknek a specialitása, mert így említettem, hogy itt termelik. Azt mondta, hogy ez sokkal jobb, mint a muszaka, és csak itt van. Hát természetesen akkor ezt nem lehetett kihagyni. Úgyhogy be van rendelve belőle kettő. Lettek volna itt még mindenféle saláták, amiket aztán nem vállaltunk be, végül megint görög saláta lesz. Arra jó, hogy teszteljük, hogy itt hogy csinálják, eddig még mind tök egyforma volt, meglátjuk, hogy most elő tudnak-e rukkolni valami különlegességgel. Másodpercben már meg is érkezett a kajcsi. Hát egyik oldalról jól néz ki, másik oldalról meg szerintem ez kevés, nem? A görög saláta az egy az egyben olyan, mint mindenhol máshol, viszont ami elsőre látszik, bocsánat, nem látszik elsőre, hanem ami elsőre érződik, hogy valami isteni, hogy milyen illata van, nem? Igen. Na hát, itt azért erről lesz mit beszélni, mert ez merőben eltér attól, amit mi úgy ismerünk, nem? Mert egyébként a muszakát otthon is csinálják, de az nem teljesen így néz ki. Igazságosan. A testvéri esen ebben az esetben nem játszik, mert kétszer akkora, mint én. Beküldtek a toaletbe. És Brown Dog. Aha, már ott van. Nézzük. A lyuk jelenlege van, de a célnak úgy néz ki, hogy megfelel. Egy felvétel. Íme a tradicionális konfia. My brother. Aha. Hi. My brother. Cooking. Aha. Yes. Cooking. You're a family? Family, yes, yes. Yeah, yeah, yeah. We beautiful place. Jó hely. Kár lehet agadni. A bátyja, a szakács. Nagyon helyes. De ezzel kapcsolatban azért van egy kis problémám, illetve megérzésem. Annyira gyorsan készült el ez a muszaka, vagy mit tudom én, ahogy itt hívják, hogy szerintem ez már kész volt. Nem? Mi a véleményed? Ez ilyen mikrózottak tűnik, nem? Így van. És az is különben? Hát az nagyon nagy gáz. Nagy ízre viszont. Ízre viszont rendben van. Figyelj csak, nem kéne kérnünk egy kis fried potatót ez? Mert ez kevésnek tűnik nekem. Egy adag sült krumplit ne kérjünk? Vagy elég lesz így a saláta? Azt jó napot! Biztos? Na akkor egy gyors első benyomás. Közben itt feldarabolom már ugyanúgy, mint mindenhol nekünk kell. Tehát ők nem csinálják meg. Ez majd a borra valóban fog fájni. Na, egy picit közelítsél rá?
Ugye azt tudjuk, hogy a muszaka az milyen. Az azért az nem teljesen ilyen, vagy legalábbis kinézetre nem így néz ki. Ugye itt a padlizsán a döntő, a padlizsán az pedig itt van alul, egyfajta ilyen padlizsán tányért alkot, ebbe belepakolták ezt a daráltúst. Ez egy ilyen fő daráltús, nem tudom pontosan, hogy milyen típusú hússal csinálják. Utána pedig az egészet egy ilyen besammal leöntik és besütik. Ugye már említettük, hogy itt most van egy kis probléma ezzel, mert gyanúsan hamar kész lett, tehát ez már előre megvolt, és akkor rámelegítettek. Viszont azt mondja a Mészi, hogy íze nagyon jó. Na, ezt mindjárt kóstolom. Lehúzom az ajnavizet. Tettem, hogy a görög tradicionális ételem muszaka. Meg ott padlizsán garált hús, besamellel összerétegezve. 1920-tól. Állítólag ez a nemzet része, ugye vannak ilyenek, beszéltük, pár szót magáról a görög salátáról. Első körben majdnem azt mondtam, hogy egyen görög saláta, mert hogy ugye mindegyik tök egyforma, legalábbis eddig, már négy szerettünk. Most azért van változás, mert kinézetre igen, de íze, ez most a legcsilányabb. Tehát ezen semmilyen fűszerezés nincs, látszik, hogy a sajtra szórtak valamit, valószínűleg oregano. Azon kívül semmi, és ami nagyon nagy baj, nem tudom észrevetted-e, hogy hiányzik róla az oliva. Egyáltalán nincs rajta oliva, ez csak így szárazon, nyersen inkább úgy mondom. Összedobálták, rádobtak egy fetát, aztán kihozták ide nekünk villámgyorsan. A gyorsasággal nem volt baj, tegnap mennyit ültünk, igaz? De olyan is volt. Na nézzük, megy a felbontás, ez eddig még sosem ment. Na végre. Jó. Mítikus mitosz. Nekem nálam bevágódott, dumálhatnak akármit, édes, vasízű, meg egyéb más, tökéletes. Nagyon jó az íze, tehát arra nem lehet panasz. Olyan nincs, hogy én borsot ne tegyek bármire, de az nálam előírás. És természetesen egy picit még meg is sózom, még nagyon sósan eszek, annak ellenére, hogy a tengerből minden nap pótoltam eddig. A tengerben fürödni kell. De nálam ez nyelés nélkül nem megy. Egy picit megtúrtam, hogy a beltéri rész is napvilágra kerüljön. Látszik, hogy idáig padlizsán, így. Akkor itt jön a rétegelt darált hús, de ugye a muszakánál tényleg rétegelik, itt meg csak így berakták, tehát magyarul csak egy réteg van, padlizsán plusz darált hús, és akkor a tetején van ez a sajtos, ilyen besameles akármi, meg a végén még szórtak ilyen nyers sajtot. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy így nagyon jó, de most először van az az érzésem, hogy nem lesz elég. Bár az összes kenyeret megettük hozzá, viszont nagy gondunk van, mert ők ajánlották a sült krumplit, de én most nekiállok és kérek sült krumplit, azt egész biztos most teszik oda, úgyhogy mire kihozzák, addig, ami már a seggére verünk. Már egészen biztos nem tudnak olyan lassan sütni, hogy nekem itt még nem maradjon a tányéron valami, mire kihozzák, de ennek ellenére nem lehet, kirozzuk be, hanem majd nézzünk valami desszertet. Én egyébként már válogattam, nincs nagy választék sajnos. Ez megint csalódás, hogy a görögökről, keletiekről azt tudjuk, hogy édességekkel tele vannak. Hát nem, nem. Ez is csak megint egy tévhit. Nézzük. Itt vagy gerjesztőnek tűnik. Éppen meg akartam csinálni a görög salátát, hogy végre az első, amiben legalább van elég hagyma. Most egy kicsit feltúrtam, kiderült, hogy nem, szóval ez se jött be. A padlizsán szépen lassan csurdogál lefelé, rendben van. Nézzük akkor a mitoszt, de előtte egy kérdés. Mit mondott Janka néni a szomszédok 187. részében rozsomáknak, a pincei zugivónak, akkor együtt kupicáztak, amit mondott? Padlóig! Mészik egyetlenülög. Szomszédokban nagyon sok olyan alak volt, aki azért, hogy mondjam, beírta magát a történelembe, és pozitív értelemben, tehát ez nem egy barátok közt volt a szomszédok. Tehát a rozsomák az nagyon nagy kedvencem volt, ugye az volt a házmester, lent volt a pincébe, állandóan kötekedett. De az igazi kellemetlenkedő, az megmondom, hogy ki volt. Megmondom, a pattogi. Azt ismered? De ezt már az internetezők ragasztották rá, ez mindig a boltba pattogott. És mindig Janka néni tette helyre. Ez méletlen volt. Abból van különben, aztán már valamelyik videón el is mondtam, van különben összevágva. Mindig csak ritkán volt,
De összevágták, pattogi összes. Így van fent a YouTube-on. Igen. Ja, persze, nézd meg, az arra szórakoztató. Janka néni meg ugye, hát ő volt a király, tudjuk. Igen. Sokat pofázok, és így akkor kihűl. És akkor mi lesz? Eddig még minden kaja kihűlt, mert ugye csináljuk itt a felvételt, meg minden. Viszont most az egyszer ez nem probléma. Megmondom, hogy miért. Azért, mert ezt a buszakát ezt teszik idegen is. Sőt, mi több, hűtve. Ez állítólag olyankor sokkal jobb, hát én nem tudom. Nekem most van olyan szerencsém, hogy kipróbálom mind a kettőt. Megkezdtem, most már ide idegen. Értve, van még egy verzió, hogy van hamis buszaka. Hát, harap. Az azt jelenti, hogy... az is jó. Nem, az azt jelenti, hogy nincs benne hús. Csak a többi alkatrész. Simán lehet képzelni, hogy jó. A patlizsán az önmagában az kimondottan jó. Tehát én nem voltam sose nagy patlizsán fan, mert azért, mert ez egy ilyen snotkaja volt. De amikor először Erdélyben megetettek, hát már tizenvalahány éve a patlizsán krémmel, én azóta rabja lettem. Nagyon fincsi. Főleg, hogyha jól meg van csinálva. A szomszéd asztalnál egy csaj már egy fél óráig telefonál, utána párszor elilegette magát itt egy ilyen majdnem semmibe. Megnéztük, erre Missy megszólalt, hogy hát étvágyat kaphatsz, de enni otthon fogsz. A nagy mondás ugye, amit a feleségek szoktak mondani. Ez teljesen rendben van, ez egy gond volt, hogy én ettől még étvágyat se kaptam. Annak ellenére persze megvan az étvágyom, de nem tőle. Nézegetem már a borokat, hogy milyen választék van, kipróbáljuk esetleg a tradicionális görög bortot, a recsinát, ismered? Az amfóra ízű bor, tudod, az ellenségednek úgy szokták mondani, de úgy látom, hogy nincsen. Úgy tűnik, hogy csak száraz borok vannak. De ezzel nekem van egy problémám. Hogyha száraz egy bor, akkor hogyan lehet meginni? Akkor nincsen az üvegben semmi, nem? Mivel hogy száraz, ugye? Tehát azért ezek komoly fogaskérdések. Érdemes rajta gondolkozni, hogyha nem nedves, akkor hogy-hogy. Szóval én a nedves bort jobban szeretem. De elég inkább a nedves sört. Hát tetszik, nem tetszik, de a salátában semmi fűszer nincs. Nem mondom, hogy vízízű, de nagyon íztelen. Egyébként a kikötő infrastruktúra az a szokásos. Jól lehet látni, ott vannak a jaktok, majd még arra elmegyünk oda, kimegyünk, mert mindenképpen egy fotót majd csinálni kell elől az egészről, mert különben rohadtul jól néz ki. Igen. És ott fent pedig még van egy ilyen műemlékszerűség, egy ilyen vártemplom. Elég furcsa, mert ehhez hasonlót úgy, mert lehet, hogy csak nem jól látom, mert messze van, meg betakarja a fa is. Nem nagyon szoktak a görögök csinálni, de mindegy. És különben pedig, hogyha ezen az úton mentünk volna arra tovább, illetve bocsánat, ha onnan jöttünk volna, látod azt a falut ott? Politra, azt hiszem talán, amit fentről, a tetőről láttunk. Láttam, ha igen. Ide jöttünk volna le, egy jó kis szerpentin, egyébként ott egész hátul látszik is a szerpentin, hát aztól félek, hogy ez a látószög, ez ehhez kevés lesz. Majd kimegyünk is, akkor majd ráközelítek. Így van, de hát ugye azt a szintet, azt le kellett rántani itt is, nem csak ott a kanyonnál. És ahol a kanyon jöttünk le, az látványosabb volt. Sokkal látványosabb volt. El kell, hogy mondjam, hogy mivel most már nagyon úgy néz ki, hogy ez az utolsó tengerparti gasztroblokkunk, én azt terveztem, hogy a Svortist azt mindenképpen kipróbálom, mert hogy Korzikán lemaradtam róla. Mert ugye rendeltünk, csak az volt a nagy probléma, hogy azt István Pisti kérte. És olyan isteni finomon csinálták ott, a franciák nagyon értenek különben az ilyenhez, és én úgy döntöttem, hogy most majd kipróbálom. Egyébként nagyon étvágygerjesztő, külön meghozza az étvágyom, hogy a macska itt jaj a seggét közvetlenül itt előttem így, hogy mondjam, így széles vásznóba. Az ilyet én nagyon csípem. Bepuszítunk mindent, jól látszik. De amit már az elején pedzegettem, hogy ez kevés lesz, és ez így sajnos be is jött. Na de nem baj, mert hogy? Van édesség. Nézzük! Egyik oldalról attól féltem, hogy nem lesz elég választék, másik oldalról meg azért van, mert a különböző gyümölcs koktélon kívül, ami nincs, tulajdonképpen minden van. Na nézzük, jégkrém, aztán van ez a nutcake, ez a, hát nem tudom, magyarótorta vagy valami ilyesmi, joghurt mézzel, ugye ezt már próbáltuk. A mézet azt nagyon lesporolták a másik helyen róla, az nem jelenti azt, hogy esetleg itt most már tudjuk, és akkor extrában bekérjük. Tehát akár még szóba is jöhetne, de
sokkal izgalmasabb. A tradicionális görög édesség, az pedig nem más, mint a baklava. Illetve van itt még egy ettől még izgalmasabbnak tűnő, amit én nem ismerek, a katafi. Bevallom, hogy én katafiból csak líbiai diktátort ismerek, csak az a baj, hogy őt most nem olyan régen kinyírták, úgyhogy ezért azt gondolom, hogy nem ő van most itt. A Pinyótól ki fogom kérdezni, hogy a kettő között vajon mi a különbség, és még azt találtam ki, hogy mi van akkor, hogyha esetleg egy kis jégkrémmel megbolondítjuk. Mert tudod miért? Megmondom miért. Azért, mert ezek a baklavaszerű dolgok, ezek rohadtul édesek, de olyan nagyon. Tehát ugye beszéltem már róla, hogy mézesek, meg agyoncukrozva, mint a cukor cukorral, ami egyébként most ehhez a kajához teljesen rendben lenne. Azért, ha egy kicsikét meg sikerülne pikánsítani, úgymond, mondjuk egy-két fagyi gombóccal, de mondjuk nem csokival, hanem valami kicsit savanykásabbal, ha meg tudom velük dumálni. És egyébként a görögök mindenre kaphatók. Tehát talán egyetlen olyan hely volt, ahol verték magukat valami halászcsárdában, már nem tudom, hogy emlékszel, már nem tudom, ahol a makrélát tettük, a füstölt makrélát, hogy semmit nem voltak hajlandók változtatni az étlapon, de a többi helyen mindenhol az ment, hogy amit akarunk, ők megcsinálják, aztán olyan nincs, hogy nincs. Sőt, emlékszel, volt egy olyan, még ott valahol Stupa környékén, hogy bementünk Giroszért, és nem is volt az étlapon, azt mondta, hogy megcsináljuk. Na, aztán végül persze nem mentünk vissza. Különben egyre hidegebb van, csak mondom, de ez azzal is, amiatt is lehet, hogy már 3-4-8. Na, itt jön a mama egyébként. Ő a családi vállalkozásnak a úgymond nagy asszonya, az alfa nőstény. Ő irányít mindent, nem nagyon tud angolul, viszont a többiek azok nagyon. Tehát ez azért kell, ide kell, Görögországba kell. Indul a halász deregje kifelé. Nem nagyon vagyok otthon ebben a mesterségben, de ez nem kizárt, nem? Hogy ez kimegy éjszakára, és akkor összefogja magát, hajnalban meg jön be, nyomja szét a tavernákba. És akkor így van friss hal. Mészi feje mellett, hogyha kitekintünk, azért az jól látszik. Teleülték a kültéri egységet, és hát ott hátul is vannak, sőt itt idébb is van egy étterem, úgyhogy egy kört csinálom, hogy bringával körbenézünk. Ha végignézzük a halakat, azért mindegyiknek pónemból igen jó kinézete van. Nekem egyébként pofára. Ez a kedvencem. Kikürtük akkor a baklavát, mert kidőlt, hogy katafi nincs. A jégkrémmel az a baj, hogy nem fagyis, hanem csak ilyen sima pálcikás. És a joghurtot pedig kértünk extra mézzel. Na, a csávó mindenre kapható. Ebből a szempontból gond egy szál se. Ebben a másodpercben már hozzák is az édességet. Oké, okay, thanks. Már röhögött, mikor lerakta, hát ebben aztán van extra méz. Sőt, ez gyakorlatilag beleöntötték az egészet, ami szerintem az étteremben volt, de azért azt tudod, hogy ebből én most kóstolni akarok. Majd annak kiteszünk mellé, de azért szerintem ez is agyon van iszapoltatva, az szinte 100%. Fú, hát ez gyakorlatilag mézleves. Egy. Ezzel most nagyon beszopottak. Szóval szóval most átestek a ló túlsoldalára. Ugye? Hát figyelj, én különben azt mondom neked, hogy ne nagyon keverjed, mert ezt nem fogod bírni megenni, hanem csak valahogy úgy, mit tudom én, valahogy. Oda tegyél ki nekem a sorokra. Először megkóstolom a baklavát, mert az is azért elég gázosnak néz ki. Kezdjük is ott, hogy mi az a baklava. Ez török, illetve arab eredetű, és itt a keleti világban gyakorlatilag mindenki átvette, például a görögök is. Méz, dió, mandula, cukor, és az egész végtelenül gejl összemixelve. Hát nagyjából ez. És látszik, hogy a tészta, nem tudom, talán leveles. Nézzünk bele? Igen. És meg van trutymákolva valami lötyivel. Nyilván az is kegyetlenül édes. Kivesszük azt, hogy itt van a joghurt, a mézes joghurt, hanem csak így normál mezeibe, ahogy kihozták. Úgy néz ki, mint egy ilyen kétszer kiáztatott büdös zokni. Így, ránézésre. Na akkor jön az első kóstoló. Én hülye, alapból is rohadt mézes, és akkor még megtrutymákoltam a mézbe. Mindegy. Szóval pontosan az, amire számítottam. Ez most nem baj, mert nagyon édeset akartam. De hogyha ezt valaki úgy mondjuk napuszinten próbálja enni, az katasztrófa. Ez ugye nyilvánvalóan hízla is mindenki kikövetkezteteti, de annyira gejl, hogy ez nekünk, a magyarok gyomrának, ez semmiképpen nem jó. Így egzotikus különlegességnek jó, egyszer évben eljön a mediterrán zónába az ember, és akkor kipróbálja, de gyakorlatilag ennyi. Viszont van egy pozitívum, hagytam még egy kis mitoszsört, úgyhogy édesre keserű. Ettől rosszabb nem is lehetne.
Kicsit szétturkáltam, most jól lehet látni, hogy miféle magvak vannak benne. Hát a magyar és a mandula az ekte felfedezhető, ez egyértelmű. A beáztatott ilyen mézes jellegű tészta, az nekem annyira nem jön be, de még egyszer mondom, keleti különlegességnek egyszer mindenképpen jó. Hogyha valaki Görögországban, akkor még egy dolga fejlődöm. Figyelmet, ha már idességfronton vagyunk. Duximades, nem tudom pontosan, hogy mondják ki. Ez a másik ilyen tradicionális görög édesség. Ez a mézes fánk. Egyet-egy helyen láttuk csak kiírva eddig, de ott sem volt. Úgyhogy nem tudtam megkóstolni, arra azért kíváncsi lettem volna. Azokra állítólag igen jókat mondanak. A helyzet az, hogy megint dilemmázunk. Most már a 13. C-terv van folyamatban. Időjárás. A holnaptól hogyan tovább? Evében 3 nap lenne még hátra, de az jól látszik, hogy innentől végig ramadj, egészen hétfőig, de hát ugye vasárnap mindenképpen haza kéne érni, és ebben az autót is benne van. Most az van, hogy a legramatyabb az a szerda, ez egyértelmű. Itt a többi azért már mintha egy fokkal jobb lenne. Nézzük a szerdát, hogy ez a tengerparti időjárása, tehát a hegyekben nyilván ettől még csak rosszabb lesz. Déli még úgy, ahogy, itt viszont már elég erősen esik, és a csütörtök mintha egy árnyalattal talán jobb lenne. Itt mintha nem is nagyon mondaná esőt, bár ott jelezget, de milliméterek nem nagyon vannak, vagy csak egészen korán reggel, 6 órakor. Mi lenne akkor, hogyha maradnánk, ugye ezt beszéljük, eredetileg is ez volt a terv, és holnap csinálnánk egy külön programot, esetleg megmászni a Hotrockot, vagy felmenni még észak felé, abba az irányba van ott még egy-két jó hely, tengerparti rész, stb. Ott egészen fel lehet menni Argolis felé is. Szóval vannak azért itt még programok, majd rögtönzünk valamit, és akkor esetleg csütörtökön ugranánk neki a nagyhágónak. A péntek az meg totál zsákba macska, itt a tengerparton már elmegy, minimális esővel, nekünk viszont akkor más párta környéke kell. Na, egyelőre nem futunk ennyire előre, holnap reggel majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Számla. 38. Hát az most már kiderült, hogy a Nero ér, a Nero a víz itt. Tudj, tetszett mondani? Na, szóval az kiderült, hogy a vizet azt mindenhol felszámolják. Tehát ez nem csak ilyen ajándék, hogy az ember egy kicsikét itt legyen el. 1,50. Erre mindenki készül, neki Görögországba jön. Egyébként összvisz, 38 lett a vége, 31 plusz adó. Általában mindig körülbelül ennyit fizetünk. Ebben azért benne van 2 főétel, mindig kérünk salátát, illetve most újabban már édességet is. Hogyha ezt vissza leosztjuk, akkor körülbelül annyira jön ki, mintha egy kempingben megszálltunk volna. Tehát magyarul a vadkempingen mindig visszahozzuk az éttermi részt. És én ezt már többször kifejtettem, hogy nekem sokkal fontosabb az, hogy jól lakjak, mint hogy hol alszok. Én a dzsubásba simán elalszok, viszont a meleg kaja az számomra fontos. És ebben végre sikerült egy olyan társat találnom, aki pontosan így gondolja. Na most az következik, hogy felpattanunk a bringára, egy kis rövid szemle még itt a kikötőbe, egy-két fotó, és akkor utána zárjuk a napot. Kikötő fotón, így pedig élőbe, egy rövid ismertetés. Érdekesség, 2 szó, ugye a plakabicsöt azt már tudjuk, azt mutattam. A másik pedig, hol van, Csakónia. Ez egy ilyen tájegység, és Leonid jól most vagyunk, az Csakónia fővárosa. Erről holnap még majd lesz szó, és még az van ide nagyjából leírva, hogy rendszeres hajójáratok jöttek ide elég sokáig. Utóbbi időben a rendszeres hajójáratok teljesen elmaradtak, ugye beszéltük ugyanaz, mint máshol, itt a keleti parton. Nem érte meg a menetrendszerű járatok üzemeltetése, úgyhogy ez most már teljes egészében visszaavanzsált ilyen kis halászkikötőnek. Megnézzük még a jakt felhozatalt, illetve egy-két fotó még a környékről. Hát, ezekkel szívesebben mennék, bevallom. Az igen. Az ilyenek tartozékok az ilyen hajókhoz. Benne van szerintem az alapárba.
Nézzük meg akkor, hogy mi van itt a végén. Ott a csücsökben van Paluki. Oda gurultunk volna, lebeszéltem róla, most egy pici ráközelítés, elég nagy már a fél homály. Ha esetleg mégis maradunk holnap, akkor például azt is meg lehet nézni, vagy akár ameddig van út, egy forduló, akkor íme az öböl, és mi pedig ott kajáltunk. Egy fotó mindenképpen remekül áll majd, főleg úgy, hogy a háttérben ott a nagy üllőhegy, a Hat Rocks Latka, tehát ahol most vagyunk. Ez tulajdonképpen most jelen pillanatban leúrni időhoz tartozik, de ez önálló település volt még az ókorban. A spártaiak keleti hadikikötője. Azóta persze nagyot változott a világ. A mai hajók közül szerintem, ha valamelyiket példaválnák, akkor se férne be ide. Na. Ezek az ebekkel az egész túrán csak a baj van. Kintjük még a kikötőnek a plázsát, de ez most már tényleg csak záró momentumként. Most akkor a végszó. Egy erős napunk volt, szerintem mindenki látta. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy látványvilágában, illetve sportban is teljesen hozta a formáját, és ami legfontosabb, hogy időjárásban is. Végezetül nagyon szépen köszönöm a figyelmet a hölgyeknek, az uraknak, a fiataloknak, az idősebbeknek. Ha esetleg macska van a közelben, akkor neki is. Most megyünk vissza a kempingbe, holnap reggel újra tervezés. Lehet, hogy izgalmas lesz. Érdemes lesz velünk.